Na akkor bukkantam rá arra a kocsira, és azóta sem sikerült. Pedig egyébként, hogyha sikerült volna összeszednünk, a benzines kanna volt ott mellette, akkor le tudtunk volna menni ott észak-keleten a lifttel. Na pontosan ezt szeretném ma megcsinálni, úgyhogy indítom is közben a játékot. Hát meglátjuk, mennyire sikerül. Voltam pár napig szabadságon, és végre jártam itt a környékemen. Moki, itt vagy? Moki, itt vagy? Gaming screen. Switch to gaming screen. Voltam Have pár fun, napig... you piece of shit. Te is érez jól magad. Pár napig szabadságon, és végre jártam egyet a környékemen. Az marha jó hangzik, Axil. És mi út láttál? Közben állítom a játékot, hogy lássatok is belőle valamit. Jövő héten sajnos vége a full-time home office-nak, viszont tegnaptól diplomás ember. Krisza, hát nem is mondtad! Hát ne, hogy izé gratulálunk így neked a mindenedet? Ez nagyon derék, ez csodálatos. És mi lett belőled? Milyen diplomát szereztél? Hatalmas gratuláció, ez marhára jó, nagyon-nagyon nagy királyság. Ma nem törtem össze magam, elvileg a szobámat átrendezzük, ha ráveszem anyámat, meg veszek néhány cuccot. De mit akarsz venni? Egyjátékos mód, és gyerünk, folytassuk is a junglét. Az a baj egyébként ezzel a jeeppel, hogy fullban tudjuk, hogy merre kell menni hozzá, viszont amikor azt a környéket fedezem fel, narkót, az igen, nem vagy te az egy kicsit még kicsi? Amikor narkót, nem. amikor a jeepet akarom felfedezni, nem a narkót, mindegy, akkor mindig valamerre elkeveredünk, és nem igazán akar az ott lenni a helyén. Hát de minden esetre most minden figyelmem a bozótosra fordítom, és megpróbáljuk azt összeszedni. A legrosszabb az egészben az, hogy ahol a jeep fel van borulva, az ott olyan volt az a hely, mintha egy kis pataknak a medre lenne, tehát ott még elméletileg víznek is kéne lennie, vagy nem tudom, amit a map szokott jelölni, tehát ezért nem is értem, hogy hogy nem találtuk meg soha. Puszán már az is elég volt, hogy gyalogoltam egyet. Ja, én is voltam sétálni valamelyik nap, az igaz. Mondjuk én nagyon össze-vissza, de hogy mondjam, tehát ugye elkerülve a várost sétáltam, inkább kifelé a külterületekre, az erdő felé, meg ilyesmi, és meséltem is, hogy láttam vaddisznókat, amik eléggé nagy problémát jelentenek mostanság, mert van egy, hát pont az a határoló utca, na annak a szélén már azért bekandikálnak a településre, és akik ott laknak, azok éjszaka nem mernek kimenni, mert igazuk van, mint ahogy én is láttam, tényleg izé van. Tehát egy kisebb konda van már, és a... ugye az anyuka nagyon erősen védelmezi a kölkeit. Itt vagyunk jelenleg, és olyankor támad. Ennél a horognál, vagy horgonynál. És a jeep szerintem itt kell, hogy legyen. Vagy itt fent. De inkább menjünk el erre felé, és haladjunk át itt középen. Ahhoz semmi dolgom nincs, mint belövöm az irányt. Ja, várj, először elnőrizzük le magunkat. Jó, vízből lehetne nálunk egy kicsivel több. Lárva főtt az nem kell. Hány óra van? Ez a reggel? Igen, ez egy tökéletes nap lesz a felfedezésre. Oda néz, vihetnénk magunkkal kókuszhéj hússal. Azt akartam, ugye, hogy dél-keletnek állunk be. Igen, és dél-kelet felé megkerüljük ezt, így van. Hát induljunk el. Death Strandinget én is próbálom behozni, ha már élőben nem látom a késői időpont miatt. Oly. Az a baj, hogyha meg korábbra hozom, akkor meg senki nem nézi. Vagy hát legalábbis nagyon kevesen. Tehát gyakorlatilag akkor szétrontom azt a maroknyi kis átlag nézettséget, amink van. Bár ez általában nem szokott azért érdekelni, de nem tudom, tehát már eleve van, aki ízé ugyanide, hogy benyög egy annyit, hogy Death Stranding van, és már megy is el, érted? Szóval ezek azért szarul esnek az embernek, aki úgy ül ide, hogy na jó, akkor most végigjátszik úgy ezt a játékot, hogy közben kommentálom, meg beszélgetek veletek, és akkor valaki bejön, aztán annyit nyög be, hogy már megint ez a szar. Tehát, hogy inkább akkor azt mondom, hogy végigjátszom éjfélkor, és hogyha valaki nagyon meg szeretné nézni, annak ott vannak a vodok. Ennyit tudok tenni az ügy érdekében. Esetleg valamikor megpróbálhatunk egy késő délutáni időponttal mahinálni, hogyha nagyon valakinek igénye van rá, mert én egyébként tök szívesen játszanék vele, szerintem marha jó.
Itt lehetek most jelenleg ennél, igen, itt van a vízesés. Tehát most fordulok nyugatnak. Szuper produkció. Fasz meg. Dino mi moms, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követés, üdv nálunk a vészkórusban. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Nem, keletnek akarok menni, de hülye vagyok, hát megint nem tudom, hogy merre állok arccal, ugye? Zsíros magvakat vettem fel a földről, és úgy látom, hogy még többet is fogok. Hoppá, vedd csak fel. Tényleg zseniális az a játék amúgy. Minek jön be akkor? Ha olyan stream megy a csatornán, amit nem kedvel, így kiírja, személy szerint Max nem jövök azokra az alkalmakra. Hey, szia Gabi, jó estét kívánok, ciao. Én se tudom, de hát mindegy, nem lehet mindenkinek az ízlését kiszolgálni, és hogyha valaki ezen így, nem tudom, fennakad, hogy ma éppen nem neki szól a stream, vagy hát neki is szólna nyilván, csak úgy dönt, hogy éppen ő most nem olyan kedvében van, akkor azért nem tudok túl sok mindent kezdeni. Álljunk le és nézzük meg, hogy hogyan állnak a gyümölcsraktáraink. 15 óra az alsóknál, egy nap 9 óra, 4 óra a felsőknél. Jó, ezeket meg kell zabálnunk 4 órán belül. A gombákat, amik itt már elrothadtak a táskánkban, kidobáljuk. Nem mint hogyha túl sok helyet foglalnának, de mégse rohadjanak már itt bennem. Ezt meg oda feltesszük így. A férgekből van nálunk 3. Lilium, van nálam hús? Nincs nálam hús, az baj. Azért nem, nincs nálam hús, mert nem volt nálam eleve hús. Jó, nem baj, nem baj, nem baj, ne is szórakozzunk ezzel. Hey, szia Amon, mi a helyzet? Vége a melónak? Pokolian, zöld estét kívánok neked is, szia, szia. Erre van, nézd csak. Egy út. Az a baj, nagyjából itt járhatok, de hogyha itt van az út, és... Na mindegy. Hogyha most elkezdem követni ezt az utat, észak-keletnek, akkor elméletileg bele kellene botlanom itt valamibe. Aj, Istenem, nyávog rám a tadv. Nézd csak, itt leesett egy bot. Add ide. Most tudom, hogy másik irányba megyek, mint amerre kiterveltem. De valami nagyon hülye érzék, az súgja. Aha, nézd csak. Ez pontosan az a hely, amikor ide felálltunk, akkor elkezdett telefonálgatni a faszi a Miának, hogy Mia, találtam egy utat. Ez lesz az út, amit most megnézünk egy kicsit jobban, mert remélem, hogy a végén elvezet minket a kocsihoz. Persze, hogy vége már animét is néztem. Na, milyen animét néztél? Tudom, hogy itt vannak anime loverök, meg ilyen anime fangirlök és fanboyok. Várj csak. Aj, azt hittem, hogy itt lesz. Szevasz, Vader! Te lörkölni jársz ide? Nem baj, belefér. Te legalább nem kritizálod, hogy milyen játék van éppen, látod? Nem csak a játék miatt jövök ide, Moki miatt, a közösség miatt kiklippeljem a vicces részeket. Hát, én csodálom, hogy ilyen kitartóan klippelsz egyébként. Te vagy az egyetlen így a közösségünkben, aki ilyesmit csinál. Egyébként hadd mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok érte. Bár nem tudom, hogy mi értelme van, de nagyon örülök neki, hogy legalább van egy ember, aki nem tudom, értékeli az itt folyó fasságot néha, és azt mondja, hogy nagyon klippelek ennek a hülyének egyet. Ez mindig jól esik. Köszönöm szépen. Ezt a liánt fel kéne vennem? Nem. Képzeld el, Gabi, hogy az imént összefutottam Suriéknál a hugoddal. Mit szólsz ehhez? Itt nincs. Mi ez a hang? Amúgy teljesen eltévedtem, mert már régóta nem figyeltem, hogy hány lépést tettem, milyen irányba. Ez mi? Milyen hangot hallok? És mi ez a sár? Miért van itt sáros terület? Mit akarnak ezzel mondani? Ez itt előttem. Szerintem ez. És nem. Várjál. De lehet. Totál lehet. És akkor van rajta egy ilyen... Mit? Nem az M betűt akarom nyomkodni. Akkor erre kellene mennem. Várjál, de ez most a sarka? Istenem, de nem tudom, hogy hol vagyok. És akkor milyen hegy van mögöttem? Várj, akkor kettő hegy közt vagyok. Az egyiken már rajta. Itt járhatok éppen.
És itt van, akkor ezek szerint a sár. Erre felfelé kell mennem. Hát legalábbis észak felé kellene haladnom. Megnézzük. De egyébként mennyire frankon kitaláltam. Tényleg észak felé kell haladnom, és itt erre gondoltam. A tat volt az, ami azt mondta, hogy izé, most nyekergek ott neked egy kicsit. Vigyázzak a cicákra, igen. Szeretem a klipeket, azok megmaradnak, ami permanensen vodok törődés. De a vodok is megmaradnak. Mármint, hogy Prime-mal 2 hónapig maradnak meg, és hogyha elmented a vodokat, akkor azokat sem törlik. Legjobb pillanatként. Ez mekkora headshot volt? Ránéztem az órára, megállapítottam a halál beálltát. Ja, ott wuffogott szemben, hallod? De egyébként itt még vannak szerintem, a zene miatt mondom. Ez nem lehetett egyedül. Miért van ez itt? És hol lehet a többi? Be van bugolva itt a görgő, egyébként kétszer szokott a csont pengére váltani. Isten tudja, hogy miért. Ez lehet, hogy az ő territóriumuk? Lehet, hogy... Nézd csak! Ja nem. Milyen meredek vadásszá változtam egyébként itt a 20, nem tudom, 2 nap alatt. Vágod, bujkálok az aljnövényzetbe, figyelek arra, hogy mi van a környezetemben, és megpróbálom lehallgatni a zenemit. Tisztára, mint hogyha Hunt Showdown-olnék, csak valami gyökér fegyver van a kezemben, és nagyon nehéz a játékban lőni. Itt valami legyek vannak, biztos állati ürülék van a földön. Na jó, szerintem ezek itt eltűntek, vagy legalábbis nem nagyon adnak életjelet magukról. De akkor hol járhatok éppen? De jó lenne, hogyha megtalálnám a kocsit, szerintem ebbe borult bele. Szerintem, nézd, az nem lehet, hogy ott van valami, azt mindjárt meg kell néznünk. Tutira itt lesz a kocsi valahol. Ott mennek, nézd meg a nyomai is. Az. Ó, hál' Istennek, mekkora sóhaj. Nagyon nagy királyság. Nézd, azon van egy... Az egy ejtőernyő? Csak lemennék oda. De akkor most már tudjuk, hogy merre van a kocsi. Hála a jó Istennek, végre random ráakadtunk, és még közben meg is védtük magunkat a buffogótól ott a bokorban. Nézd! Ez mi lehet ez a hely? Hosszú botokat tettek le a földbe. Többet, mint hogyha jelölnének egy utat innen valahová. Ez itt egy út lehet? Várjál. És hogyha ez itt keresztül megy, papagájok hullája a földön. Végigmész a kliplistádon, jó tesz az ember kedvének. Mi rossz kedved van? Nem aludtad ki magad, nem kellett volna hajnali 5-ig sütögetni. Ez itt az. Ó, ide akarok lemenni. Jó, oké, akkor erre kell jönnünk tovább. Ezt az utat próbálták kikövezni ezek szerint. Ja, hogy csak úgy általánosságban. Lehet, hogy nekem is ilyesmit kellene csinálnom. Nagyon meleg van ma este, egyébként érzitek? Nálam legalábbis írdatlan meleg van. Lehet, hogy ki kellene nyitnom az erkély ajtót. Na, hogyha ezt az utat követjük, akkor úgy tűnik, hogy meg is találjuk azt a nagyon frankó jeepet. Figyeljünk azért. Hát, ha valami megtámadna itt az ormányosan meg a tatvon kívül. Ezt a izét, ponyvált, ezt frankón haza kellene vinni. Ez tutira jót tenne, valamire használhatnám. Menjetek innen, hülye állatok vagytok, fúj! Ijeszgettek állandóan. Szevasz, Willi Kém, jó estét kívánok! Azért van meleg, mert a dzsungelben vagy. Amúgy frankón, tényleg ez a trópusi éghajlat most beköltözött ide hozzám a tech szobába. Na és itt van, amit kerestünk. Ez az, hál' Istennek végre, 2 napja keresem. Narancslé, üzemanyag, chips, csoki, kulacs, fájdalomcsillapító, mi van még itt? Édesség. Az nem kell senkinek, meg amúgy beszélgethetnék a csajszival. Azt hiszem, hogy itt is volt egy csoki bent a
A latyakban nem. Tudok most futni? Mennyi az összteher rajtunk? 47 kiló, ez perfekt. De hogy hova raktuk el? Várjál, az ott, aha, ide lett felakasztva. Hát, na most döntést hozhatnánk, hogy mit csináljunk. Vajon érdemes lenne előbb hazamenni és rápihenni az elkövetkezendő utazásra, ami itt van. Mert hogy le fogunk menni egy új területre, és ott ki tudja tényleg, hogy mi lesz majd. Lehet, hogy haza kellene mennem először, és itt vagyok. És itt van a tábor. De ott van hús, és én szeretnék húst. Tehát ki tudja, hogy... Hogy állunk hússal? Mondjuk annyira nem állunk szarul, vízzel állunk szarul. Szarok rá, bemegyünk. Híres utolsó mondat, tudom, de megcsinálom. Van nálunk egy csomó csoki, meg minden, csak fehérjéből van nagyon kevés. Mármint, hogy vízből jelenleg, de azt szerintem találni fogunk lent. A lábammal mi lett végül? Képzeld el, hogy kikapartuk a kukacot, a bőrünk alatt élő férget. Kikapartuk valami csontszarral, undorító. Ilyen csontszilánkkal. Nem fogod elhinni, hogy mire bukkantam. Egy aranyból készült városra. Ezt már megbeszéltük egyszer Miával. Nem, csak egy jeep. Már nem működik, de tudod, rejt néhány hasznos holmit. Szóval akkor ez jó hír, nem? Gondolom, egy dolog viszont zavar. Találtam egy lehallgatókészülőknek tűnő valamit, ami egy adóvevőhöz csatlakozik. Örület mi? Amúgy nem is találtam ilyet. Mit kamuzik a csávó? Várjatok, már nézzük már meg, hogy merre van a lift. És erre lehet? Vagy... Jó lenne, hogyha lehallgatnának. Segíthetnének megtalálni engem, és végre kijuthatnék innen. Amúgy miért akarunk kijutni innen? Tök jól élünk idebent. Jó, mondjuk igaz, hogy férgek rágnak éjszakánként, meg piócák izé szopkodnak, meg ilyenek. Talán mégsem annyira funny a helyzet, de... De miért menne innen izé haza bárki is? Erre van, amit keresek, vagy a másik irányba? Ugorjunk ide fel? Nézzünk már körül egy picit. Ide akarunk lemenni lifttel. Hát ez egy merőben új vidék, de nézd meg! Ott valami ásatás lehet, legalábbis én úgy látom, mint hogyha valamit ásnának itt a jó emberek, és... Le ne essek, mert megőrülök. Ó, nem, tovább nem szabad menni. Erre kell, hogy legyen egy lift, nem? Na mindegy, menjünk körbe, mert úgy emlékszem, hogy körbe menve találtam meg, amit a múltkor kerestem. Hány óra van? Még mindig csak 2 óra. Tehát 6 órája vagyok úton, nagyjából 7 órája inkább. És már is megtaláltam azt, amit már kitűztem feladatnak. Ez elég király, mert akkor ma ez egy igazi progress nap lesz. A WoW-ot abba hagytam el? Hát, másfél hónapot játszottunk, miután a klasszik kijött. Kb. Hát de mikor volt ez már? Tavaly? Nyáron? Talán? Nem is tudom, Vilikém. Ilyen ritkán jársz hozzánk. A... Nagyjából a végigjátszásokat, hogy mikkel szoktunk haladni, meg tudod nézni ott a lent a végigjátszások panelben, hogyha esetleg érdekel téged. Ide... Álljunk meg, ez itt egy szarhely lehet, nem? Oké. Megromlott a skorpió, vágod itt izé. Átsingózott, azt egyszer csak meg van romolva. Figyeljünk oda, hogy hova lépünk, mert ez egy nagyon para hely, amúgy. De megtaláltuk végre a liftet, nagyon helyes. Generátor. És működik. Hey, emlékszel arra a liftre? Szereztem némi üzemanyagot és beindítottam a generátort. Nagyszerű, hol találtad? A régi jeepben, nem volt olyan nehéz. Ha te mondod. Szóval, ha esetleg valami hasznosabb találnál oda nem. Hát, hogy már nem játszom-e. Hát amikor behozták a PvP rendszert, és abszolút ellehetetlenítette a horda az alli életét. Hát a 3 hordás jutott egy allisra azon a szerveren, ahol játszottunk, és eleve PvP szerver volt, tehát tök menő volt, hogy mászkáltunk, és mindig lehetett küzdeni egymással, de azért nagyjából békén hagytuk egymást.
egészen addig, amíg be nem hozták a Honor ranking szisztemet, és onnantól kezdve bespawnoltál a játékba, és már le voltál farmolva, szinte mindegy, hogy merre jártál éppen. Úgyhogy ez így mindig mondja, hogy utálja, mennyire el vannak kanyagolva. Mármint, hogy micsodák. Úgyhogy abszolút játszhatatlanná vált az egész, legalábbis számunkra, úgyhogy... Hoppá, hoppá, banán is van romlott nálam. Ismeretlen gyümölcs is megromlott. Hát szerintem ebből... Most azért inni kell, de inkább ígyunk narancslevet, nem? Nézzük meg. Aha, egyből jobban állok, nagyszerű. Romlott banánt, meg ilyesmit, azt hagyjuk békén. Itt az utat végig rakták nekünk botokkal. De hová vezet vajon ez az út? Ez már egy új vidék lesz, hogyha ide... lejövünk, akkor meg is látjuk ezt a helyet. Ez mi? Mi? Ezt nem fogod elhinni. Úgy tűnik, egy illegális aranybányára bukkantam. A dzsungel tele van meglepetésekkel. Találtál ott bármi érdekeset? Most találtam rá, nyugi már. Hova siettet? Majd szólok. Illegális aranybánya. Igen, a férje. Mármint, hogy a feleségemmel beszéltem éppen. Úgy érzi, minden kiég, vagy kieg a hordásoknak kedvez, nekik ad menő cuccokat. Hányinger, szaros, patás, állat, hordások, undorítóak, mindegyik. Mondom, onnan esznek, vagy illetve oda szarnak, ahol esznek kb. Ocsmányak. Új helyszínt találtunk a térképen. Oké, itt van az aranybánya, jó? És itt úgy néz ki, hogy épületek is vannak. Az is lehet, hogy majd aludhatnánk valahol. Nézd, és ebben mosták itt lent. Ástak egyre lejjebb, elárasztották vízzel. És utána elkezdtek iszapot nézegetni. Ez a generátor használhatatlan. Ja, gondolom szitáltak. Tiszta menő. Tök király lehet ilyen elhagyatott területeken aranyat ásni, nem? Fasza lehet aranyásonak lenni, meg jó szar is egyben, de abúgy jó lehet. Mi ez a hely? Ismeretlen gomba, ami most nem kell. Meg itt másfajta popogányok élnek, ha megnézitek. Ezek ilyen kék-sárgák, eddig meg a kék-pirosak voltak. Hát biztos a másik csapat, ugye? Itt vannak az allisok, azok meg a hordások. Körülbelül itt tudom elképzelni. Ezek jó arcok, ezeket nem bántjuk. Van itt egy rönk. Feljegyzések. 5. hét, végre szereztünk egy új szivattyút, fejenként 60 vödörrel csinálunk. A csapat 150 grammot szerzett 3 nap alatt, egy kupac arany. 6. hét, felcsavarjuk a kvótát, fejenként 75 vödör, mindenkinek legalább 10 grammot kell beletennie, különben csökkentjük a fizetésüket. 284 gramm, és elértek? 10. hétre odáig, hogy mindenki lebetegedett? Higanymérgezés, malária? 11. hétre a gép, héten bedögött a gép, mindenki kibaszottul halott. Az igen. Hí, 17 grammot szedtek össze fejenként 100 vödörrel. Azért, mert gondolom egyre kevesebben maradtak a betegség folytán. Hát ugye szerintem itt nagy mértékben vetett nekik az, hogy a törzs, akik itt laknak, szerintem errefelé eljárkáltak, és így szépen mérgezte őket valamivel. Szárított hús, hál' Istennek. Feljegyzések. Itt a fizetések vannak, vágod, ilyen 25-30 dollárokért dolgoztatták. Nem talált semmit, nem kapott semmit. Ilyenek vannak, beteg, úgyhogy nem kap pénzt. Mászókampó! A Lambda 2-t végre fel tudjuk fedezni. Oh my! Na, jól van, ez nagyon király. Vajon tudnék itt aludni valahol? Ez mi? Itt Tangó, találkoztam a törzse, és most a köröknél vagyok, a vérben van, gyerekek. Gyerekek jelentik a kulcsot, veszed? Interferencia. A gyerekek jelentik a kulcsot. Priváton tudom, a Legion nem élem a Battle for Azerothot. Hát, én már ezeket nem is ismerem. Arany zacskó. Vegyük csak el. Hogy vidámabb vizekre vezzek, találtam egy zacskó aranyat. Most mit csinálsz? Fosztogatsz? Ha lenne internet hozzáférésünk, akkor feltölthetném eladásra. Mi ezt kezdeni azzal a sok millióval? Aj, de kurva funny ez az egész. Miért nevet ilyen idiótán a csaj? Mi? Nem is értem, de szerintem ez a csaj ez nincs magánál.
Neked van ötleted? Te pénzed is. Az biztos, hogy egy grammot nem adnék ebből az aranyból neki. Vennék egy új autót, azt mondja. I'm not getting rid of my car. I've had that thing since high school, okay? Roxanne's been good to us. She saved us thousands of dollars. When we get back home, you're gonna have to apologize to her just for saying that. Szeretem a csodálatos régi autómat. Első segéddoboz, fájdalomcsillapító is jól jön. Nagyon régóta ismerjük egymást. Igazi klasszikus. Itt meg gondolom próbálták a betegeket ellátni. Nagyon érdekes beszélgetés zajlott le a pár közt. Vörös szakálú kisfiú, kopasz, izmos, mindenki, nők és férfiak. Nem. De, mert itt van Camilla is van, meg Carla is van. Várj. Első csoport, öten vannak, és vannak nők, férfiak vegyesen. A második csoportban vannak nők, és kis cicikkel is van valaki. Dögös csaj is van, sovány szőke, foltos pofa. Van itt mindenki, de nem értem, hogy ez itt micsoda. Miért van itt egy névsor? Miért fontos nekem, hogy egy névsor találjak az itt dolgozó emberekről? Amúgy valamikor tényleg le kéne valahová feküdnünk. Aludni, mert szerintem... Na jó. Csináljunk ezekből a pálma... Mi? Itt is fogva tartottak embereket a ketrecekben. Nem mondod? Na jó, vágjunk pálmalevelet, jó? Nem rossz, Holly Pala, asszaszín rúgóval tolom hordával. Na szép vagy, Vilikém. Te is, bepucsítasz a hordának. Csalódtam benned. Ide fogjuk lerakni a kis matracunkat. Az igazi emberek csak a törpökkel játszanak, én azt mondom. Remélem tudjátok, hogy csak viccelek amúgy. De engem nem nagyon zavar, hogy ki mivel játszik. De azért, aki hordás, az egy kicsit, hát szálljon már magába. Szóval... 11 darab pálma levelet találtam. És ebből szeretnék építeni... valami alvó alkalmatosságot. Azt hol is lehetett megtenni? Itt a házikónál. Valami van mögöttem. Nem tudom, milyen állat lehet, de... Milyen gáz már, hogy nem lehet amúgy ide a házra építkezni, nem? De most ide berakjuk a sárba a kis matracunkat. Nem tudok hirtelen jobbat tenni. Nagyszerű. Oké, és szerintem itt is fogunk aludni reggelig. Az tök menő volt, hogy találtam ilyen... konzerv húsokat, meg ilyesmit, amit... Hát szerintem majd el is kell, hogy fogyasszak valamikor. Konzerves marhahús, konzerves sajt. Ezek holnap nagyon fognak ám kelleni. A zacskó aranyat meg majd odaadjuk a törzsnek, nehogy kiakadjanak, hogy én itt ki akarom őket fosztani. Mennyi az idő? Este 8. Ha most alszunk, reggel 4-ig alszunk. Akkor még egy picit felfedezünk, jó, itt a sötétben. És tényleg rohadt sötét van itt a völgyben. Ne felejtsük el, hogy a házak közt... Ezt itt még meg sem néztem, ezt a házat. A házak közt van. Tudom, hogy pihenet kell, nyugi. Az alvó alkalmatosságunk. Nem tudom, hogy mik ezek a hangok, de remélem éjszaka nem támad meg semmilyen ragadozó állat. Kíváncsi vagyok, hogy... Matrac. Meg táska is van. Zacskónyi dió. Nem lehet felvenni, mert nincs elég a... Na, tudod mit? Leszarom. Azért is kint fogok aludni. Üres konzervdoboz, az nem kell. Itt is vannak matracok, meg szárított hús is van. Édességgel. Oh my. Na jó. Itt fogok aludni. Nem érdekel. Reggel felkerünk, megyünk tovább. A Lambda 2 pontra el kellene jutnunk valahogy, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan lehetne, ott véget ér a sztori? Vagy ez csak egy fejezet volt a sztoriból? Mennyire lett hosszú ez a játék? Már hajnalodik is odakint, nézzük meg, hogy hogy állunk. Hát jó szarul mindennel. Na jó. Hogyan kellene ezt megcsinálni? Ami megromlik, az dobáljuk szét. Még a banánokból lehetnénk párat. Édesség most nem hiszem, hogy kell. Nem nagyon van nálam. Hát a szárított húst azt benyomjuk. Abba volt zsír, meg volt fehérjebigyó.
Oké, okay, az ismeretlen diót is megesszük. Nézzünk most magunkra. Hát jó, elég necben állunk vízzel. De hamarosan ezt megpróbáljuk orvosolni valahogy. Mondjuk itt tényleg nem tudom, hogy hogyan lehetne. Édességet felvettem. Az tök menő egyébként, hogy ennyi ilyen zacskós szart lehet itt összeszedni. Zacskónyi dió például. Abban biztos, hogy rengeteg olaj van. Meg amúgy biztos van benne valamennyi fehérje is. Na! Most ígyunk ebbe a mocskos, aranyos vízbe? Bele? Menteni mentek, mielőtt bármit tennék. De azt tuti, hogy el kell indulnunk valamerre. Akár ki is mehetnénk innen, vagy felfedezzük ezt a helyet még egy kicsit jobban? Ti mire gondoltok? Lehet, hogy jobban járnánk, hogyha itt körbenéznénk még, mert az oké, hogy ide eljöttünk, de mi lehet itt fentebb? Álljunk be éjszaknak, ami szerintem erre lesz, aha. Nézzünk körül egy picit, hát ha találunk legalább valami vízelőhelyet, vagy akármit, ami érdekes lehetne számunkra. Úgy tűnik, hogy valaki megpróbált itt vérátömlesztést végrehajtani, nagyon sok vér borítja a széket és a padlót, kétlem, hogy bármelyik páciens túlélte volna. Mia meg rohadtul örül, hogy reggel 4-kor próbáljuk hívogatni. Lehet, hogy csak képzeljük, hogy beszélgetünk vele amúgy, nem? Miért tennének ilyet? Bár csak tudnám. Jobban belegondolva, talán mégsem. Jó, itt megtaláltuk a hegyoldalt, ugye ahol lejöttünk. Nézd, van itt ismeretlen dió, az nice. Szóval most a csávó nagyon már panaszkodik is, de hát hogyan tudnánk vízhez jutni? Itt van egy tat, megihatnánk a vérét. Nagyon óvatosan menjünk, mert belemehetünk egy termeszvárba például, a francba. Jeez. Pióca is van rajtam egy darab. Gondolom, hogy lábon lesz. Igen. Helyes. Várj, még mindig van rajtam valami. Vagy ezt csak a karom? Úristen. Hallod, hogyha így nézne ki a karom, összesírnám magam a junglében, az biztos. Úgy bekuláznék, hogy most le fogják vágni, vagy nekem kell levágni, vagy most mi lesz? Ilyen undorító ocsmány kiütésekkel lennék tele, fúj. Ez itt... Most visszajöttem? Na várj. Igen, mert erre akartam menni. Itt égették el az embereket? Elszemesedett holttestekre bukkantam. Ez borzalmas, minden jelentésed után egyre jobban aggódok érted. Remegő hanggal mondja a feleségünk. Nem tudom, mennyi ideig bírom még. Mia, minden tőlem tehetőt megteszek, adj még egy kis időt, oké? Még egy kicsit. Milyen feljegyzés van ott a hullák közt? Két őr rendszeresen cserélődnek pisztolyok, géppuskák, régi lakatok, körülbelül 20 ember ketrecekben, Sofia és Teresita együtt vannak, de nem tudok eljutni hozzájuk, lakat nem nyílik, változtatnom kell a stratégián. Ez az ugyanaz a csávó, aki megfigyelte a tábor. Táborban vannak betegek, járvány kitörés lehetséges esély a menekülésre. Betegeket ellenőrzik, bizonyíték, hogy kísérleteznek rajtuk. Elégetett holttestek bűze, élénk beszélgetések, elvisznek valakit a csoportunkból? Kísérleteket készítenek elő, sikertelen szökési kísérlet, duzzadt szem megnehezíti a helyzet felbecsülését, de nincs időnk. Belém fecskendeztek valamit, hánytam. Isabel szerint vérátömlesztés volt, lázas, egy ketrecbe raktak minket együtt, nem tudom, hogy mi történik a lányaimmal. Meg kell találnom Teresitát, Isabel állapota egyre rosszabbodik, kékpólós őrnél vannak a kulcsok. Lehet, hogy nekem egy kékpólós őrt kell megtalálnom? Atya Isten, nézzük, mindenkit felgyújtottak, mindenki megbetegedett, és... De mivel akartak kísérletezni? Mi lett ez a vérátömlesztős téma? Hát ide jöttek aranyat ásni, és aztán elkezdtek hirtelen vérátömlesztéssel kísérletezni, meg közben olyanokat írnak, hogy a gyerekekben van benne? Mi a fene lehet ez? Ne, lehet, hogy tényleg valamilyen átok van itt, nem? Tehát vegyünk fel ilyen... gombákat, meg oda nézd, mennyi gyümölcs. Mindet megeszem, mert van bennük víz. Ha ezeket a gombákat kidobáljuk, a másik gombák, amik itt vannak fent,
azok meg arra lesznek jók, hogy a parazitákat, amit szerintem most fogok összeszedni majd valahonnan, azokat izé kiszedjük a testünkből. Tök menő ez a gomba, hogy ilyen parazita írtó hatása van. Most amúgy végigjárom ezt a krátert, hogy nagyjából ismerjük a szélességet és a távolságot. De amúgy itt erre már nincsen semmi. Bár valami mozog az aljnövényzetben, azt nagyon utálom, hogyha nem látok valamit és ott van lent. Mi lehet itt még? Közben mindenkit üdvözlök, aki itt van, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velünk ma este is. A kiütésünk levesz a józanságunkból. Tiszta durva, hogy a csávónak hogy helyre állt az esze, az elme állapota. Leesett egy kókuszdió, együk csak meg, van benne zsír, meg víz. De mi, pontod esett a termeszvára, hülye vagy? Hát de nehogy, ja nem, itt van. Ivás. Begyűjtés. Ó, persze, hogy nem lehet. De nem baj, mert így meg tudjuk enni azért. Szénhidrátokkal és zsírokkal most meg... Aha, meg vagyunk támogatva szépen. És a víz sem áll szarul. Szerintem tök jól vagyunk. A kiütések elmúltak már? Ó, nice. Nagyon rövid ideig tartott az. Amúgy, amire még nem jöttünk... Ja, nincs helye izé madárfészeknek. De... Ó, mert van nálam három. A tojás. A tojás az, ami... Az, amit még soha nem csináltam meg, mert nem sikerült még rájönnünk arra, hogy hogyan lehetne akár bármiben is főzni. Azt hittem, hogy kígyó. Biztos vagyok benne, hogy egy csomó minden tök jó dolgot lehet így csinálni. És most értünk körben ebben a pillanatban. Jó, ezt a helyet most elhagyhatjuk. Szerintem felmegyünk a... Ha működik még a generátor, bár aztán az is lehet, hogy visszafelé mászni kell. Nem esett le valamit a földre? Nem nagyon. Ebből a gombából azért viszek magammal, mert szerintem most izé kelleni fog majd, hogy ígyunk. Az mi? A popogány leverte a nagykövet onnan fentről. Mondtam én, hogy lopják ezek a rohadékok, de hogy ezt miért nem vallja be a játék fejlesztője a fórumokon? Miért kell azt mondani, hogy nem bírják el? Ugye? Tehát mi ez a izé hülyeség, hogy jaj, gondolj már bele, hogy nagy köveket visznek a popogányok. Hát nézd meg, láttad, hogy mi volt. Mentem fel, azt izé, ott esett le szárnya alól, vagy nem tudom. Vajon a madár tud lépni egy, vagy tud repülni egy szárnya? A másik hóna alatt meg ott van a kavics. Na gyerünk, let's go. Óvatosan ebben a barlangban, mert ki tudja, hogy mi is lehet ide bent. Az a skorpió is ott van még, a másik, amelyik megromlott, az már teljesen átadta magát a bomlásnak. Hurok csapna. Aktiváljuk. Ez tök jó lehet, nézd. És ez élve kapja el az állatot? Tehát, hogyha valami odáll, akkor felúgatja a lábánál fogva. Ez tök király, nagyon tetszik. Na. Kövessük az utat akármerre is, bár most, hogy kijöttünk a lifttől, nagyjából behatárolhatnánk magunkat. Most délfelé nézek, és az nagyon is jó. Itt állunk valahol. Aha, először próbáljunk elmenni, mivel itt nem fogunk tudni átmenni szerintem. Vissza az alaptáborunkba, jó? Egy jó nagy utazás lesz, és hogyha jól emlékszem, akkor délnyugat irányba. És jó lenne, hogyha nem harapna meg senki hazafelé. Meg mondjuk nem kellene összetűzésbe kerülni a vadmacska állattal sem, meg a brutális izével bensz... Erről beszélek, vágod? Pontosan erről beszélek. Egy rossz lépés, mert benned van a méreg. Oké, még mindig jó irányba haladok szerintem. Nyugat, így van. Jó lenne, ha nem harapna meg. Hát igen, igen, igen. Azért ki tudja, hogy mit hordoznak magukban. Most beszéltük meg, hogy a vérükben van meg, hogy a gyerekekben van benne, meg ilyesmi. Egyébként sem túl egészséges harapdálni a másikat, csak mondom, hogy elég ocsmány fertőzéseket lehet terjeszteni vele. Ha valaki ilyesmire adná a fejét, én azt javaslom, hogy előtte mosson fogat mindenképpen, mert a másik embernek soha nem lehet tudni, hogy milyen károkat okoz
Ismeretlen gyümölcsöt kell most tennem? Dehogy kell. Minek zabálják, hogyha nem vagyok éhes? Ez itt egy folyó? Hát... Lehet, hogy az volt valamikor, de most az száz, hogy nem az. Kitértünk az irányból, erre kellett volna menni. Map? Hát jó, frankó, nem tudom, hogy hol lehetek. Mindegy, hogyha haladunk délnyugatnak, akkor egy folyóba kellene beleütköznünk, ugye? Hát amúgy lehet, hogy ez az, csak... Nem annyira folyik most éppen, mindegy. Kövessük az ívét, nézzük meg, hogy meddig visz az el minket. De para. Ez amúgy ilyen természetes? Aha. Azt hiszem, hogy valami olyan volt, mint hogy a firkával lett volna erre a sziklára. Amúgy a játék meglepően kevés. Fasz! De tudtam, hogy nem fogom ezt kihagyni. Hol vagy? Hol vagy? Mutasd magad. Az ott egy tatú? Oké. Akkor lássuk el a sebünket. Hé, hey, szevasz Csaba! Na hogy vagy? Hogy ment a melóka? Bírod még ébren? Ott harapott meg minket, Lilium kötéssel el is... Vagy várjál, nem. Dohány kötéssel szeretném ellátni azt a sebet. Istenem, és már megy le, már gyilkol minket a méreg. Mindegy, mindegy, ne foglalkozunk ezzel most. Próbáljunk hazajutni. Itt rakétákat lőnek fel, olyan hangok vannak, mint hogy a tűzijáték lenne augusztus 20-án. Új helyszín? Hol vagyok? Ez egy repülőroncs. Itt vagyok lent? Jó, egy kicsit eltévedtünk, azért mart meg minket a kígyó, ugye? Hey Mia. Hey Mia, azt hiszem találtam egy lezuhant repülőgépet. Igazán mekkora? Vannak benne holttestek? Ez a legfontosabb. Valami járatszám? 815? Mi elég zuhant le? Van ötleted, mi történt vele? Kussolj már egy kicsit, Mia! Hang on, what? Tehát elképesztő ez a csaj, mert ne is haragudjatok. Próbálom feldolgozni az egészet. Úgy néz ki, hogy meglehetősen kisméretű, mindössze néhány ülőhelyel, de eléggé új. Nem úgy tűnik, hogy régóta heverít, de... Mi az? Nem baleset volt, lelőtték. Igen, látszódott. Itt vannak a lövésnyomok. Nem akarom magamat ismételni, de kérlek, legyél óvatos. Vágod? Meg is... Ez a csaj felsorolt egyszerre 20 kérdést, mire rájött, hogy még nem tudunk neki semmit sem mondani, és utána azt mondta, hogy ja, amúgy vigyázz magad, de ezt már mondtam. Na csá! Lassan kiszáradsz, és nincs miből in... Nézd! Random van itt izé. Én nem akarok többet Miával beszélgetni, mert gyökér szegény. Rönkágy! Na ilyenünk még nem volt. Obszidiánkő, add ide. Kettő is van. Konzerves sajt. És itt van, ami majd megment minket a bajból. A kókusz, amiből annyit iszom, amennyit csak belém fér. Nem, várjál már, a többit akarom kibontani. Hát belefáradok. Megisszuk mindet is. Hát... Amúgy nem sikerült túl sokat a szomjunkon oltani. Nem tudom, mi legyen. Siába innám meg ezt a kókuszbigyót. Ez mi ez a vastelér? Ki lehetne csákányozni? Amúgy lehet. Van még ilyen obszidián baltán? De most komolyan, szerintetek nem idegesítő a csaj? Úristen, három ütésből elfáradok. Akkor nem tudok mit csinálni, szerintem aludnom kell. Ezen a legészszerűbb dolog, hogyha itt aludnék egyet. Aztán majd, nem tudom, megnézzük azt a repülőt ott fent. Szerintem a Lambda 2-től tudnánk egyébként feljutni. Este 8-kor ébredek? Fú, hallod. Az egy éjszakai utazás ez, de nem baj, majd alszunk többet egy kicsivel. Este 8-kor már rohadt sötét van és tele van. Mindennel is. A hátizsákunk, ugye. Jó, most már nagyjából jól vagyok. Az órám szerint... Hát gondolom rohadt szomjas lehetek. Aha, és a hús sem állt túl jól. Van nálam még izé? Nem, nincs.
Tatús megromlott, oké. Az acskónyi dió most nem kell, a kulacsunk üres, pedig az jó lenne megtölteni valamivel. Hát teljesen mindegy, hogyha itt izé teljesen szétszomjazom az agyamat. Elindulunk, jó? Éjszaka nem hiszem, hogy túl sok mindent tudnék itt felfedezni. Viszont koszos vizet biztos, hogy fogok inni. Jó mulatság, meg férfi munka volt? Nagyon jól hangzik. Kéne egy kávé a karakterednek, este 8-kor felébredt. Ja, szava sebiké, mi a helyzet? A mindenség itt. Jó, most hogyha itt éjszaknak megyek, akkor... Jó, jó. Itt ebben találok némi vizet, ugye? Így is van. Ígyuk ki. 15 szomjúság pont, egyből fel lett javítva. Szóval szerintetek nem full idegesítő a csaj? Meg nagyon steril? Tehát úgy mondom, hogy ilyen semmilyen. Mint hogyha olyan reakciókat adna a felvetéseinkre, itt a szenzációkra, amiket találunk a junglében. Nem tudom, mint hogyha valahogy nem normális lenne az a beszélgetés, ami köztünk zajlik sok esetben. De lehet, hogy csak én érzem így. Hey Dave! Köszönöm szépen a második hónapos feliratkozásodat. Nagy király arca, köszönöm szépen. Köszönöm a támogatást. Itt van a kis szemét, nézd. Steli a csa... Ha-ha-ha, jó van Sebi, sikerült megfognod a mondani való lényegét. Ha-ha. Mi a helyzet, Dave? Hogyha itt le... Északnak... Mert most északnak megyek, ugye? Aha. Észak-keletnek. Akkor meg fogom találni a mapnak a jobb szélét, ahol volt egy tábor. Viszont, hogyha itt erre járhatok nagyjából, itt van egy hegy. Hát lehet, hogy ez az a hegy. Akkor inkább menjünk ebbe az irányba, ugye? Igen, igen, nyugat. Kicsit északabbra, de amúgy nyugatra. Nehogy megtámadjanak éjjel a benszülöttek, mert megőrülök. Amúgy azán lehet ám, hogy ők is éjszaka vadásznak. Az is, hogy bele szembe találom magam a macskával, nem? Bármi lehetséges ilyenkor. Atya világ. Jó szar lesz éjszaka hazavergődni, de megcsináljuk, jó? Ez a hely, ami itt elmegy, ez merre vezet? Nézd! De rendesek, hogy így adnak nekünk vizet, ivás. Túl vagyok ezen a napon is. Jól van, Dave, nagyon helyes. Én frankul így érzem. A repülő. Az első dolog, amit a baleset után láttam, egy repülőgép volt. Valaki kutat utánam? Esetleg tüzet kellene gyújtanom? Ja, nem hinném. Te is jól tudod, hogy csak magadra számíthatsz. Nem csak képzelődtem, szerintem alacsonyan repült, mint a keresne valamit, vagy talán éppen felszállt. Nem tudom, hogy mit láttál, de csodálatosan, ha találnál egy felszálló pályát, egyszerűen elrepülhetnénk. Hú, de necces volt! Ezt tudj meg! Vissza Spanyolországba, hova akarok menni? Másik bolygóra, kis csaj. Hogy tervezel oda jutni? Egyelőre nem tudom. Új dolgokat akarok, vagy tanulok építeni, lehetséges, hogy egy nap eljutok. Bájos, ne pazarod az akut álmodozásra, vételés vége. Ja, egy nap eljuthatnék bárhová is, akár nem. A naphoz. Még mindig nagyon szomjasak vagyunk, és még mindig nem találtuk meg a folyót, ráadásul vettem egy olyan irányt, északnak menve, ami szerintem, nem tudom, valahol itt erre lehetek. De hagyjuk már ezt az éjszakozást, menjünk inkább nyugatra szerintem. Sokkal jobb lenne, hogyha nyugatra mennék. Találnom kell egy folyót. Muszáj. Van egy hegy előttem. És nyugat felé nézek. Lehet, hogy ez a hegy? Ha igen, akkor délről kerüljük meg. Itt izé, cickányok cincognak. Most nézem streamer egy Twitch partner, akinek 2 az átlag nézője. Hogy lett partner? Hát lehet, hogy átállt egyik... nagyon nézett játékról, átállt valamire, ami...
nem annyira nézett, egy, vagy lehet, hogy bot, tehát, hogy valami Twitch által üzemeltetett testbot, az is lehet, és ezért csak a fejlesztő meg önmagát szokta nézni a bot, tehát érted? Ki az a Bezos? Nem ismerem. Most fordulunk erre felé talán. Amúgy olyan faszán eltévedtem már megint, és még mindig nem tudom, hogy hogy csinálom ezt. Tök jól beállítom magam irányba, aztán elkezdem keresgetni a tájékozódási pontokat a játékban, mert teljes mértékben letérek arról az útról, és ennek az a vége, hogy itt van az út. Az út... Erre megy, akkor erre lesz a folyó. Jó, azt hiszem, hogy tudom, hogy merre vagyok nagyjából. Ott is van a folyó, oké, megvan. Botok, ismeretlen gombák, abból van nálam jó néhány, úgyhogy szerintem ebbe a vízbe beleíhatnék. És szerintem közel is vagyok amúgy az otthonunkhoz. Ígyunk ebből a undorító vízből. De amúgy nem is lettünk betegektől, nézd. Ígyunk még egyet. Tök jó! Koszosabb víz, de nem kapok tőle parazitát. Tök menő. De jó. Na jó, hát akkor kell nekem még valami? Hús, egy kevés hús nem ártana. Szárított hús, rágcsálni való, konzerves sajt. Nem, nem fogok húst tenni, nem érdekel. Hogy telt a napom? Nagyon szépen köszönöm a kérdésed, dolgoztam ma. Videót vágtam, dolgoztam, és tovább agyaltunk Stradusszal, hogy mit kellene csinálni, hogyan kellene itt bekötni a kétgépes setupot majd. Hát nem egyszerű a téma, mert közben itt ilyen elektromosság tamba is bele kellett ásnom magam egy kicsit, mert könnyen lehet, hogy földhurkot fogok képezni azzal, hogy több konnektorról van szétosztva ugye az energiaellátás. Magyar csávó? A Twitch tulajdonosa? Lehetséges. 170 milliárd dollár vagyonna. Hát az semmi. Bocs, nem tudom amúgy. Világ leggazdagabb embere? Jó, lehet, lehet. Nekem az még ott megmaradt valahol a 90-es években a izénél. A Microsoft alapítójánál, vagy igazgatójánál. Hogy is hívják? Azt is, Istenem. Na, amúgy tájékozódási pontot keresek, hogy az otthonomat elérjük. Szerintem ennél a folyónál vagyunk, úgyhogy lefelé kellene menni. Hogyha itt lefelé fordulnék valahol, már csak, ott át tudok menni. Bill Gates, igen. Szevasz, Artik, de rég láttalak. Mi a helyzet? Hogy vagy ma este? Sebi, tudom, nyilván. Ő most már csak a második? Milyen durva lehet a világ második leggazdagabb emberének lenni? Vajon tényleg elszállna annyira az agyunk tőle, hogy azt mondanánk, hogy ezt a pozíciót most tartanunk kell, és mondjuk nem a vagyonunk teljesen felesleges részét osztanánk, tehát szétosztanánk, érted, hogy mire gondolok? Mert én szerintem, hogyha nálam lenne annyi pénz, és tudnám, hogy 1 milliárd dollárból is bebiztosíthatnám a családomat, nem tudom, a következő 5 generációra, akkor mi a jó Istennek tartogatnám, meg ülnék azon a maradék pénzösszegen? Egyik legjobban földhöz ragadtabb milliómos. Egyáltalán lehet ilyet mondani. Az mit jelent? Ebben az értelmében. Amúgy most nagyon furcsa ez a hely, mert kettő folyó közé vagyunk be. Hát az nem lehet, hogy itt vagyok. Az lehet, hogy itt vagyok? És eljöttem erre? Na wait, mert akkor, hogyha jobbra kerülök, nem is lehet jobbra kerülni. Istenem, de el vagyok tévedve, már megint ezt rám fog hajnalodni, ugye? Hát reggel 3 óra van. Érted? Hazamegyünk, lefekszünk aludni, és gyakorlatilag fel fogunk ébredni ilyen délben. Tisztára olyan leszek már, mint hétvégén önmagam. Ez mi ez a hely? Itt is mennek utak, csak mondom. Koszos a víz, kéne szénhidrát. Amúgy ehetnénk mindenféle dolgot a táskánkból. Ja, de megromlottak a gyümölcsök. Akkor itt nem lesz kajálás, kész. Nekem szerintem még napofám, hogy tudom, hogy mennyi embert segítetnék meg, úgyhogy meg sem érzem és nem teszem, ugye? Szerintem minden ember, aki szegény vagy normális anyagi, normális egzisztenciával rendelkezik, az ezt mondja. És közben meg azok, akik felmásznak oda, azok marhára nem ezt teszik. Szóval valahol útközben lehet itt elrontani. Bassza meg, bocsánat!
Jézusom, hol vett a szemétláda? Hát de kivette volna észre, hát még így se láttam, hogy ott van. Oh my, skacok. Kössük be a lábunkat liliomos izével, mert szerintem nincsen nálam több dohánylevél. Ez most baj, ez baj lehet. Ajaj, hogy csináljuk ezt, meg szét fogunk száradni, és nincsen nálam a varázsgombából sem. Vajon a liliomos téma jó lesz rá? Kígyó mérget fogastul. Egyből kaptam. De hol mart meg? Ja, itt. Mindegy, ellátjuk ezzel, aztán meglátjuk, hogy működik ellene, hogyha nem, akkor így jártam. A HP-n folyamatosan csökken nyilván azért, mert amúgy már az előző harapás sem tett nekünk túl jót. Gates azért adakozik rendesen, például a gyerekeire se hagy őrült pénzeket, nem akarja, hogy úgy induljanak neki az életüknek, ha meghal, a vagyonának a többségét charitybe küldi, ha minden igaz. Azt azért nem tudom, hogy vágjátok-e, hogyha a föld... még a kiütések is itt vannak, miért? Tehát, hogyha a felső 1% oda, vagy szétosztaná a vagyonát a maradék 99% közt, ez a tó. Ó, végre megvan a tó, akkor nem lennénk szarban. Mármint, hogy nem mi, hanem úgy általánosságban itt vagyunk. Akkor most már innen csak délre kell menni, ami pedig szerintem arra lesz. Arra, jó. Ebből én most nagyon szétiszom magam, mert szerintem ez most nagyon kelni fog. Dave, egy kicsit, kérlek, kultúrát valahogy vegyél fel ott a cseten. Miért utáld ezt az embert? Én nem tudom, hogy mi volt ez a kirohanásod most hirtelen, hogy mitől lángolt fel ez a gyűlölet csupán azért, mert szóba került. Ez nem az én esném vágott, kettő kígyó is úgy szétmart. De legalább most már tudjuk, hogy a liliomos, hoppá, álljunk csak meg. A liliomos kötés megoldja. Valami van mögöttem. Ez. Megoldja a kígyómarást. Amúgy rohadt sötét van ilyenkor hajnalban. És hogyha délfelé haladok, eljutok a bázisomhoz, ez már az én bambusz erdőm. Ez az én elefántom. Gyere ide, szaros! Itthon vagyok. Már 3 napja nem voltam itthon. Nézd, ott van a bázis. Hál' Istennek. Vegyünk magunk az ismeretlen gombákat, mert nem tudom, hogy miért mondja, hogy 10 van nálam, meg 11, amikor totál nincs ilyen sok. Vagy lehet, hogy nagyon sok rohadt van nálam. Na mindegy, a lényeg, hogy itthon vagyunk, azonnal megyünk és lefekszünk aludni, reggelre ki fogjuk pihenni az összes szart, és utána mehetünk, aztán szétihatjuk magunkat a vízből. Ilyenkor nagyon nagy mértékben zuhan a víz, mi ennek a neve? Szomjúságnak a mérője. Itt is aludhatnék? Nem, itt fogok bent aludni. Így. És nézd, itt maradt minden, amit szétszórtunk. De király, nem vitték szét a popogányok. Na gyerünk, alvás! Belőlem ugyanezt hozhatva elő bizonyos embertípusok életfilozófiájának követése és istenítése. Artik nyomán. Nem tudom, hogy kikre gondolhatsz. Nem kell szeretni egy gazdagot se, de szerintem ez alap. Mármint... Az alap, az a gyűlölet, amit ott olvastunk, vagy... Na mindegy. Próbálom értelmezni itt a soraitokat. Nézzük meg, hogy miből, hogy állunk. Azt hiszem, hogy itt van még hús. Na de figyelj, teljesen jól vagyok. Tehát fullos. Minden szuper. Nézd meg, és ide az állványokra is pakolhatnék még dolgokat, hogyha egyszer arra adnám a fejem, hogy építkezni akarok még itt, nem? A fazékban van egy csomó tiszta víz. Kiiszom az egészet. Oda néz. Nem kezdem itt el, miért is utálom, ha nem gond. Jó, köszönöm. Mármint remélem, hogy azért téged nem bántott meg ilyesmi, tehát így gyerekkorodban nem nagyon abuzált téged szexuálisan. Ezeket a konzerveket és minden mi egymást szerintem ide fogom lerakni. Erre a matracra, jó? Ez lesz a kaja gyűjtögető matracunk. Mert máskülönben nem nagyon tudok elképzelni ilyen fajta gyűlölet spike-ot, amit ott az imént láttam, de oké. Okay. Rákcsálnivalókat is teszünk le.
Amúgy egyet lehet, hogy megihatnék, meg kulacsba gyűjthetnék vizet. Fájdalom csillapítókból biztos, hogy nem kell ilyen sok, de egyet biztos, hogy ki is rakok. Csokik, még több. Oké. Okay. Egyet lehet, hogy magamnál fogok hagyni, biztos, ami tuti alapon. Na hát ezek az ismeretlen romlott gombák, ezek maximum egy dologra jó, mégpedig arra. Az acskónyi diót elviszem magammal, mert az mindig jól jön, hogy megtrágyázzam ezeket, ugye? De tele vagyunk banánnal. Nézd, nézd, és zuhannak le a banánok, van egy piócám. Ha valaki azért utálja embert, mert gazdag, azt irigységnek hívják, hát figyelj, lehet, szénhidrát van a banánban. Fullos is vagyok szénhidrátügyileg. Jöhet a húsfogyasztás, kettő banánt, nem, tudjátok mit? Rakjunk el több banánt. Mert megint el fogunk indulni, ugye most már a Lambda 2-re fogunk felmászni konkrétan. Ennél több banánt pedig nem kell magammal vigyek, ez így teljesen. Még sok is. Na, mehet a trágyázási. Hallod, mennyit kell belepakolni? Na jó, oké, meg vagyunk. Na, piócát szedjük már a lábunkról, mert nem is értem egyébként a matracon, vagy nem tudom, leléptem a matracról, és ez meg ott várt. És a karunkban van benne, nézd meg, a kis szopkány. Több oka van, például neki van, mert másnak nincs. Azaz, ha milliárdos vagy, akkor az irítségem és gonoszságon kívül nem sok más okát látom annak, hogy miért nem fizetni a minimál bérnél élhető fizetést a munkásaidnak. Ha megengedheted, hogy a beosztottjaid is jól éljenek, de inkább korlátozod őket, akkor genyó vagy ennyi. Ez mondjuk tény. Például nem a Microsoft és az Amazon az, ahol mindenki minimál bérem van. Nem, srácok, hanem itt, ezeknél az ásatásoknál 25 meg 30 dollárt kaptak az emberek, miközben ásták ki a dollárok gramjait a földből. Mit szóltok ehhez? Néha ki van verve, hogy mikor és hányszor mehetsz WC-re meg ilyenek. Ja, hát igen. Inkább ott, mint egy magyar Tesco-ba. Ez is igaz. De most ez teljesen bármelyik akár áruházlánc is lehetett volna egyébként. Nem feltétlenül nevekből áll a lista. Vegyünk például egy általános YouTube kommentet. Ha nem tetszik, ne nézd, vagy csinálj jobbat, vagy egy másik. Ez a való életből nőj fel. Zenéket szeretnének, még van hol fejlődve. Jellemileg belőlem ezek a gondolkozás mód megnyilvánulásnak hozzákerül ezt az érzés, mikor nem bírok uralkodni, és vagy az amúgy jól kezelt indulataimon, és kidúran belőlem ezen emberek felfogása olyannyira triggerálni tud, hogy még nagyon vita alapot se engek, nem tudom, azoknak, akik védeni próbálják őket, de nagyjából értem, hogy mit akarsz mondani, nem tudom, nekem erre nincsen energiám, az biztos. Tecsónak a főnökét is lehetne? Te is írtál, Mókás? Mit írtál, Mókás? Ne haragudj. Közben egy húst teszünk itt gyorsan. Pekari hús, az szerintem jó is lesz. Nézzük meg, aha. Arab papagáj hús, abból vajon mi jön? Fehérje, józanság és energia. El kell ejtenünk még egy pekarit szerintem. Akkor lenne, ezeket megkaptad volna arcba. Jó, hát mindenki kap azért dolgokat arcba, de más az, hogy felveszed-e őket, vagy azt mondod, hogy sorry haver, én ezt kurvára leszarom. És hogyha így gondolod, élj boldogan, meg menj tovább, aztán élj a belátásodnak megfelelően, meg a te értékrendednek megfelelően, de nekem kurvára más. De most emiatt, nem tudom, Artik, felesleges energiapocsékolás, de lehet, hogy csak én vagyok túlságosan fáradt ember. Én nem azért utálom, mert gazdag, senki sem utálok azért, mert gazdag, hanem azért utálom, ahogy a pénzhez jutott, és ahogy rángatja a világot a WHO által. Nem sokat tudok erről. Konteó gyanús? Vagy valóban bizonyított tény, hogy Bill Gates a WHO áll... Te szemétláda! Szarházi. WHO-val... Hogy mondtad? Rángatja a világot, igen.
Amúgy most el akarok ejteni egy állatot, mert jó lenne a húsát kitűzni oda a rekünkre, még mielőtt ma, vagy lehet, hogy holnap hajnalban neki fogunk indulni a Lambda 2 bázisunknak, ami lehet, hogy nem a miénk, de valamit jelölnek vele ott a térképen, és azt jó lenne megnézni. Állítólag itt van bent egy állat, és én ezt nem látom. Pedig itt röfög valahol. Erre van. Frankó nem lát, ott megy. Megvan. Hát csak mondom, hogy ennél perfektebb lövések azért kevés van. Tehát figyelj, bokron keresztül a pekari instant csicskul. Szedjük fel a kis húsát, gyere. Gabi is azt mondja, hogy ő fáradt ezekhez. Én nem tudom. Nem tudom, én nem bírom ezt. Mostanság inkább, hogyha valaki olyan, hogy... Nem tudom, teljesen ellentétesen nézetünk. Én nem fogok vele vitába bocsátkozni, hanem azt mondom, hogy jó, nem kell tovább beszélgetnem ezzel az emberrel, mert valóban tényleg nem kell vele beszélgetnem. Semmi nem kötelez arra, hogy én ezt csináljam. És valószínűleg az elmém inkább épségben marad. Hogyha nem fordítok ezekre időt, de ez csak az én meglátásom. A három húst, azt hiszem, hogy hármat szedtünk itt le. Azokat ki is, ha három darab van, ki is lógatom egyből. És a maradékot, hát nem tudom, most hogyha a szárított húst elvesszük, akkor tönkre megy. Próbáljuk ki a papagáj húson. Levettük onnan és... Nem, működik. Jó, ez tetszik. Egy ismeretlen diót megeszünk. És itt fogjuk szerintem tárolni a húsokat, szénhidrát lesz nálunk, a kulacsunkat meg kellene tölteni tiszta vízzel. Chigoba egylövéssel kettő kill, mind a kettő fejbe, igaz véletlen, akkor is megvolt übered. Ilyet nyomtál? Egy lövéssel két kill, átment a fején, mind a kettőnek. Hát de metálarc vagy te, Artik, nem szarra gurít ez a srác, az biztos. Ezt nem tudom, hogy ezt az aranyizét, ami itt van nálam, ezt most kirakjam? Vagy hogy legyen? Vagy vigyem magammal most már mindenhová? Mennyi az idő? Van egy parazitám? Miből jött az ott? Micsoda? Vagy az valami ételmérgező? Az nem is tudom, hogy mi. Van nálam olyan gomba? Egyet ennék. Aha, és ez ki is szedte a parazitát egyből a gyomromból. Le kéne mosni magunkról a koszt. De fura. Itt sziszeg a lizárd mellettem balra. Ide belefülödhetek ebbe? Nem. Itt ebbe az undorító zöld vízben fogom lemosni a testemet. AVP. Jaj, tényleg AVP-vel meg is lehet. Ja, jó menő vagy, jó metál vagy. Gratulálok. Gyertek a vámhoz dolgozni, akkor a kockáz... A... Mi? Vámhoz dolgozni, akkor és kockáz... kockáztathatjátok az életeteket egy olyan országért, aki szarik rátok. Hát Vidikém, mikor fogsz onnan elköltözni, hogy ennyire szar a helyzet? Vagy van, ami odaköt? Este 6 óra van. Némi időt még ki kellene itt húznom szerintem. Nagyjából ugye este 8-ig, és csak utána elindulni. Amúgy teljesen tényleg fel vagyunk farmolva mindenből is, tehát nagy problémánk nem lehet. Az inkább a kérdés, hogy így, hogy nem esik az eső. Várj csak! Ide raktam félre madártollakat, ugye? Feltölthetném például addig a nyilvessző készletet, mert az, aha, itt is van. Az lehet, hogy nem menne hülyeség. Na, lássuk. Hány darab nyilam van? 7. Aha, abból kellene azért egy jó 10 darab, az nem baj, hogyha van nálunk. Várjál, ez a 3 az már nem működik, jó. És akkor kicsi bottal megtámogatjuk. Csak a család, hát az mondjuk pont elég szokott lenni általában, de azért vannak emberek, akik azt mondják, hogy jó, meg kell alapoznom az életem, és nekivágok a külföldiának. Barkácsolhatnánk madártólból. Nem érzed ezt magadénak, Vili? Tehát nem... Hogyha ott szar, meg minden, miért nem jössz el? Combon és vállon is szúrtak, rám lőttek. Hát a vám az mondjuk biztos, hogy nem egy izé.
gyereknek való vidék. Semmi baj, Dave. Nem győzöm leszögezni, mocskosú véletlen volt. Kettő balga CT egymás mögé állt, kipikeltem, lőttem, hogy még versengőre sem mentem. Soha mióta játszom, mert ranket ez pancsernek érzem magam. Hát, szerintem biztos vagyok benne, hogy ennyi gyakorlattal mögötted nálad kevesebb gyakorlattal rendelkező emberek is játszanak rankedet, bár a fene se ért ezekhez. A tojás itt megromlott. Itt van Chiefs, fájdalom csillapító narancslé. A ha narancslét mindenképpen viszünk magunkkal az útra szerintem, kettőt. Az nem fog rosszul jönni, és akkor itt vannak ilyen konzerves dolgaink, amiket összepakolhatnánk, mert ki tudja, hogy ott a Lambda 2 felé mire lesz majd szükség. A kulacsot is meg kell töltenem majd. 14 óráig jók még a gombák. Jó, akkor reggel teleisszük magunkat a zöld folyóból, ami egy nagyon ocsmány dolog. Ilyet tudnék barkácsolni? Mert szerintem a vízi lilion virágból csinálunk még egy kötést arra az eset... Nem. Arra az esetre, hogyha nem jönne össze itt ez a téma. De várjál már, úgy tűnik, hogy ez a virág most nem működik. Ez furi. Mindegy, jó, hogyha van nálunk, valamilyen okból biztos, hogy hasznos lesz majd. A férgek meg amúgy tök jól el vannak itt, a jó is ne tudja, hogy mit zabálnak ott a táskánkban. Doki szerint az ördögnek se kellek, nekem csak anyum van, elmegyek, nincs ki gondoskodna róla. Jaj, tényleg, valóban emlékszem, amikor mondta rá ezt, az nehéz. Rohadt nehéz ügy. Mennyi az idő? 20 óra, akkor aludjunk és reggel 4-kor. Összeszedjük magunkat és indulunk a Lambda 2 pontra, ahol kiderül, hogy mi van fent ott a mászó végen túl. Felkészítjük itt a mászó izmainkat, mert utána majd valószínűleg a Death Strandingben fogunk tovább haladni. Hadd mondjam el, skacok, hogy az a játék valami istentelen király. Marha jó, zseniális. Annyira jó sztorik voltak most a minap benne. Voltak olyan cutscenek, meg ilyen megmagyarázások, hogy mi miért történt. Hát eldobtam az agyam komolyan. Hát volt olyan, hogy random találtunk a csomagjaink közt egy ketyegő atombombát, vágott. Tehát ketyegő atombomba volt nálunk. Őrület. Meg kellett szabadulni egy krátertóban. Akkora királyságok voltak. Most ebből a koszos vízből vajon ihatok? Emberek jönnek felénk, menjünk be visszamenteni? Erre rohanok éppen, fasza. El is felejtettem volna menteni, hogyha nem hallom meg itt az énekeiket. Jó, így már nem érhet minket baj. Ez a 27. nap, már közel egy napja vagyunk, vagy egy hónapja vagyunk a jungléban. Szerintem ezeket a húsokat, legalábbis néhányat biztos, hogy érdemes lenne magunkhoz venni. Van nálunk ismeretlen dió, még egy napig jók, arapapagály hús. Az két napig jó, mert ugye szárított. Szerintem mindenünk megvan. Ezek a szárított húsok is jöhetnek egyből befelé, nézzük meg. 52 kiló. És nézd, ahogy leveszik onnan, csak a romlott hús lesz ott. Ez aztán igen, gratulálok. Hát akkor a konzerv húsokat kell elvinnünk magunkkal szerintem. Hoztál bogyót? Milyen bogyót? Nekem is ennem kéne valamit majd viszont. Olyan frankon kitaláltam ma, hogy semmit nem fogok főzni. Hogy semmit nem főztem. Mit szóltok ehhez? Nem, ezeket a húsokat nem lehet bedobni. Mindegy, kitesszük, aztán jó helyen vannak itt. Nézzük a konzerveket, a mentés megtörtént. Hogy állunk egyébként? Hát, egy-két banánt azért csak beharapnék. Megeltünk hármat, mert azt hiszem, hogy itt a fán van még több is. Hát azt a tatut én békén hagyom. Nem érdekel, az engem túlzottam jelenleg. A bogyó a kukoricapehely neve nálunk, 4-5 éves Alexa. Bogyónak hívja? Na most már ezzel is fogom majd zsarolni, jól van. Csokival töltött párnácskák. Vágom, tudom, hogy mire gondolsz. Hát nálunk is lehet kapni itt Magyarországban. Cíha, de várjál. Konzerves marhahús az kell, szárított hús az kell. Egy darab fájdalomcsillapító van nálam azért. Egy darab van, vannak gombák, van itt egy tojás. Hát de most ilyeneket érdemes, hogy megsütjük ezt a tojást. Három pióca van benne?
Jönnek a szopkányok, azt támogatnak. Nézd meg. Vagy támadgatnak. Hát támogathatnának is amúgy, de ezek inkább támadgatnak. Kemisannak hívja? De durvi. 5 perc sétára lévő Dom Pepétől 1 óra, mire kiszállítanak egy adag kaját. Hát... Dave, miért nem mész akkor elérte? Most komolyan, hogyha nem jó neked az 1 óra szállítás, akkor mondod, hogy betelefonálsz, hogy kérem készítsék el, 5 perc és ott vagyok, felveszem. És te megjárod 10 perc alatt lehet kajád, miközben 1 óra ad hozzá ki, nem? Szerintem minden nálam valami egyébként szükséges. 2-3 óráig jók még ezek. Hát ott talán a víz egy kicsit tisztább, megpróbálunk innen. Itt a rozsdás izé szarok mellől inni, jó? 2 parazita egyből bejött. Halljátok, amit hallok? Ismeretlen gombák zabálása mehet. Elrontottam, mert 3 volt csak nálam, nem pedig 4. Nem jattam volna ennyit. Ott vannak gombák szemben. Itt van egy ember. Ott van. Miért énekel? 3 vannak. 10 darab nyilvesszőm van. Azt mondtad, hogy olyan jó? 2 voltak, bocsánat. Az instant ment fejbe, ugye? Egy darab nyilvessző van ott benne. Lehet, hogy valamilyen sebződést kaptam, vagy sebesülést, elnézést, mert ugye harcban voltunk. Aha, amit el kellene látni valamivel. Ilyenkor beférgesedik? Vagy mi lesz vele, hogyha csak úgy ellátom? Hát nem mászkáljanak a bázisom közelébe, meg ne jöjjenek ide énekelni. Hát azért én sem megyek oda a táboruk mellé énekelni, nem? Még mindig nincs eredmény. Gábor, ezt úgy hívják, hogy bukás. Középsőben találkoztam egy pizza futárral, kivette a pénzt. Mi a kezemből a pénzt? Elsétált a motorjához? Álltam, tehát a száján megszólalni se tudtam. Hogy mi? Nem, várj, nem értem. Ezt most nem értem. Nem is szoktam neki adni, olyan bunkó szokott lenni. Hát akkor ne csodálkozz, hogy nem sietnek hozzád amúgy, ja. Ja, Gábor, szerintem meghúztak, szerintem Frankon, ez már a bukás. 7 óra 49 perc, tele vagyunk minden jósággal. Itt az idő, hogy nekivágjunk a nagy utazásnak szerintem. Akkor a Lambda 2-höz, ugye? Itt állunk a táborban. Fel kell mennem a sziklához, és... Amúgy itt a csücsökben még nem voltam, meg szerintem itt ezen a partvidéken sem. Ezeket még átnézhetjük. Ez a vidék is elég gyanús. Ott volt a repülőgép roncs, én pedig ide akarok menni. Hát nem mondom, hogy egyszerű lesz, de megpróbálunk. Szerintem itt át kell mennünk, és balra követjük az ívet egészen, amíg el nem érünk a folyóhoz, jó? Tehát akkor most, ahogy állok, észak-keletnek kell indulni. Jó. Hát akkor induljunk, pont ebbe az irányba kell menni. Nyilván, ennyi. Múltkor rendeltem 4 adag sütkrumplit, meg még valamit, amire nem emlékszem, azt eszembe jut 25 perc után itt volt. 2 óra múlva hívják, hogy aktuálisan még a krumpli. Az, amire nem emlékszem, az 5 meg 20... Jézusom, de rossz. Még én voltam a köcsök, hogy nem kellett a 2 órás kiszikadt krumpliuk. Hát figyelj, de hogyha kifizetted, akkor miért nem vetted át? 4 adag sütkrumpliról beszélünk. Pumba, meg hogy elfutott mellettünk, láttátok? Kis Timonra is szerintem rá fogunk akadni hamarosan. Még mindig arra megyek, amerre mennem kell? Igen, erre. Piócákok nem nagyon mardosnak. Tudjátok, hogy mit felejtettünk el? Megtölteni a kulacsunkat tiszta vízzel, csak mondom, nem baj. De legalább van nálunk egy rohadt nehéz kulacs, ami húzza a sebünket, vállunkat, mindenünket. Tök menő volt, hogy megint fájtba bocsátkoztunk, és megint nyertünk. Itt van. Pontosan erre kell jönni.
Az átjáró. Kicsit fáradtak vagyunk, de megy. Sütök neked krumplit, ha meghámozol. Szevasz, Ellen! Milyen rendes. Nézd meg, megjön ide Ellen, és egyből beajánlkozik, hogy a kedvességével. Én kapnék az ajánlaton, de frankón. Milyen kedves dolog már, amikor valaki azt mondja, hogy sütök neked krumplit, nem? Van is itthon izé, sütni való krumpli. Ellen, nem akarsz nekem sütni? Ja, azt mondtam, hogy a falat balról követjük. Nem is igazán értem. Sebi, mit tudsz erről a sütni való krumpliról? Az a sárga krumpli, tudod? Tudsz arról valamit? Mert külön nem tanították nekünk az egyetemen. Aztán lehet, hogy azóta már, mióta egyébként bejött a köztudatba, azóta tanítják. Valahogy egy 15-ször annyi lenne, mint egy adag rendelve. Meghámozod, lehet róla szó. Á? Akkor hagyjuk, akkor nem kell. Nincs nekem arra idő. Hát ha meg tudom hámozni, akkor már be tudom rakni a sütőbe is, nem? Akkor mi értelme az egésznek? Magasabb a szárazanyag tartalma, ennyi a különbség. Ez amúgy frankó lehet. Nézd, itt van egy új helyszín. Nézd! Ez egy új mászóhely. Állj! Ez mi? Hát itt is van egy mászóhely. Itt lehet feljutni esetleg a repülőhöz. Figyeld már. Nem animálták meg a mászást? Nem, a mászást azt nem csinálták meg a játékban, nem baj. Azért fent vagyunk. Wow, és mit fogok itt bent találni? Skorpiókokon kívül? Meg lehet, hogy jön a paók. Pont így vagyok itt a krumplival, meg fog romlani. Na tessék, na tessék! Fú, amúgy a rohadt krumpli az nagyon bűnös ám, csak mondom. Valaki tudja, hogy hol fészkel a krumpli sész? A szevasz hulg. Azt adtam, hogy itt a krumpli földeken. Ez nem is volt vicces. Nézd, itt van egy obszidián kavics. Csak elvinném. Hova fogok menni ezzel a barlanggal? Kődarab. Itt le kéne ugranom? Azt várja tőlem a játék. Nátok már tönkre ment két csomag krumpli a héten. Na te is szép házi asszony vagy, Gabriella. Csináltál volna belőle egy jó levest az uradnak. Egy igazi magyaros krumpli levest. Olyat esznek Amerikában? Növeszik a kis izé csíráikat? De hát attól még nem romlott az el. És itt vagyunk fent a barlangnál. Akkor lehetséges, hogy innen. Dehogy lehetséges. Várj, miért kellett megjelölni ezt a helyet? Nem értem. Ja, hogy ez arra jó, hogyha... Tehát, hogy ne erre menjünk körbe a bázishoz, hanem itt teljes. Ezt megtehettük volna az előbb vágó, de a repülőtől csak ennyit kellett volna jönni. Erre én körbe mentem, meg eltévedtem, felmentem majdnem a jeephez. És így mentünk haza az imént éjszaka, csak mondom, és ezért harapott meg minket kettő kígyó, ami még csörgött is. Krumplis cookies. Az ilyen krumplis lángos, nem? Annak idején nagymamám csinált krumplis lángost, annak az volt a tulajdonsága, hogy nem olyan lángos, mint amit el szoktatok ti képzelni. Szevasztok, Surié! Jönnek a zombik itt közben. Ciao. Üdvözlök mindenkit, mi a helyzet? Vége lett mára? Szóval, hogy a kis krumpli lángosok azok ilyen kis tenyérnyi méretű lapos, vékonyka kis krumplis izék, bigyók, és őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy miért szeretik az emberek. Se nincsen jó íze, valamit rakni kell rá mindenképpen, mert különben semmire kellő, egy ilyen nagyon furi étel. Na mindegy, visszajutottunk közben ide a repülőhöz. Hogy még egyszer megnézzük, hát ha itt esetleg most már valamivel felmászni leheted, de nem. Nincs itt egy mászópont sem. Ismeretlen gombákok vannak mindenhol, hogy állunk amúgy? Hát egy kicsit nyomhatnánk magunkra itt dióból. Nem már, hogy kettő ismeretlen dió megromlott, addig kellett ma megenni, ami még jó volt, mi? Szárított papagájhús. 10 fejre, 5 energia. Hát nem tetszik ez az állás, nem tetszik, hogy nincsen hús nálunk. Eleve nem szeretek főzni, amikor szar lesz az eredmény, csak jobban elveszi a kedvet. Igen, erről pont beszéltünk reggel. Figyelj, Mr. Tapir, mi a helyzet? 3, 2... Áu!
Ne vidd el, azt hozz vissza! Hello! Sprinterés közben nem lehet az ijat felhúzni. Most miért kell elvinni? Na jó, megnézzük, hogy meddig rohan. Balra viszi. Balra viszi. Véletlen jó kedved van ma, de annyira nem, hogy krumplit hámoz. Na milyen vagy, Ellen? Felveszik a diókat, én azt a tapírt azért csak felfal. Hoppá, de megijedtem ettől a szaros iguánától. Amúgy Frankon elkezdett erre rohanni, majd eltűnt, ugye? Senki nem látja, hogy hol döglött meg a tatú. Tapúr, vagy nem tudom, mi volt ez. Kiérkeztünk ide? Ez egy folyó? A repülőgép roncsától? Nem, ez nem folyó. Jó, azonnal menjünk vissza a repülőgép roncshoz, mert semmi értelme, hogy így el bandukoljunk. Viszont az tök király, hogy találtam ismeretlen gyümölcseket. Jéj, ebben lesz izé, szénhidrát, meg víz, meg minden is. Na, nagy királyság, tele vagyunk minden jósággal. Fehérjéket majd pótoljuk a nálunk lévő szárított marhahúsból. Erre kell, hogy legyen a repülő, ugye? Szembenézek vele. Hát... Igen, ez az. Jó, oké, akkor most balra felmászunk vissza, ott végig azokon a furcsa izéken, mi a jó isteneken, sziklák, vagy mi barlangokon belül, és utána fogunk ráfordulni szerintem a helyes irányra, és megtudjuk végre, hogy miért küzdünk a játék eleje óta, mi ez a Lambda 2. Ilyen halok, vadászom kell valamire gyorsan. Nagyon jól teszed, jól van. Nem itt kellett felmászni oda. Várjátok, valahol volt egy felmászó hely. Most tényleg ennyire elmisszeltem? Hát nem fogok tudni oda... Az egy pók volt. Mász fel a fára, bazd meg! Valamerre! Jézusom! Na jó, ez abszolút én voltam a dzsungelben. Ez full. Hogy izé... Neki iramodtam volna, hogyha nem lett volna ott egy szikla. Mindegy. Volt osztálytársam ZHJ-ban, segítettem Discordon. 45 perc alatt a mikro és makro ökonómia mestere lettem, úgyhogy nekem semmi közöm nem volt eddig ehhez. Hát hallod, az amúgy jó szar lehet. Mikmakot izé... seggelni, az egy fostos dolog, csak mondom. Most leestem és megütöttem a lábamat, hogyha nem látom el... Mi, ekkora seb lett attól, hogy leugrottam onnan fentről? Jézusom! Hát közben hülye gyerek, hát többet ilyet nem ugrasz. Megjött a 3 sajtos 2 húsos megcsízelt, 22-ről 41 perckor. Elég keménybe tudod, mit nem mondjak. Semmi egy digithez képest. Jó, hát amúgy lehet. Amúgy az lehet, ja. Akkor átzuhant a minden is. Most Frankon? Ne mondd már. Ja nem, csak piócákok vannak rajtam. Így van. És akkor most így, hogy itt állunk ennél a kötélnél, hogyha egy kicsit fordítjuk a tekintetünket dél-kelet irányába, akkor erre lesz a Lambda 2 pont. Ezt szeretném már napok óta megtudni, hogy mi az Isten van oda fent, ugye? Nem ártana egyébként valamit innunk, meg ilyen... Mennyi nem? Ez dohány? Ez micsoda? Ez biztos nem dohány. Kiszúrom a földből. Milyen növény ez? De ez dohány. Na de jó, akkor most már tudunk olyan dohánykötést is csinálni. Kellene molinéri a levél egy pár, nem? Mert azért most sokat elhasználtam, vagy kettőt. Ami, vagy nem, hármat, ami ahhoz képest sok, amennyit szoktunk. Itt van a patak. Ezt crossolnom kell? Szerintem igen. Úgy emlékszem a térkép szerint igen. Nézd, van itt banán utánpótlás. Akkor álljunk meg. Szénhidrátból szerintem egy... De tele van banánnal, Frankón. Egyet megeszünk. Ez még amúgy jó sokáig jó, de hogyha egyet innen levennék, az meddig lenne jó? Hát az még 2 napig. Az se sokkal jobb, mint ami most van. Na jó. Megesszük ezt a szárított húst, vagy ezt a konzerves marhahúst inkább. Igen, ezt tegyük meg.
Na ez Frankon feltöltött minket. Kellnének zsírok. Ismeretlen diót is. Ezt, hallod? Mi? Itt mászkál a izé pumba megint. Nice, ez itt jó volt. Jó, nice. Mehetünk teljesen. Fel vagyunk töltődve, mindenünk megvan. Itt, hogyha keresztül mászok, Molinériát amúgy figyeljük, ezeket a kis sárga leveles növényeket itt a földön. Hát, ha találnánk esetleg kötszert még extrába. Itt van az a pont, amit meg kell másznunk. Hát, végre. Let's go. Kajálás hang nagyon rossz a játékban. Éhes vagy, Ellen? Én ma, mondom, én reggel fogtam magam, mondom, én ma nem főzök semmi. Jaj, nem mondod, hogy... Megint kellett volna hoznom pszichótriát, ugye? Meg tüzet kell rakni, meg... Várjál, ez az, oké. Okay. Ismeretlen növény 1-2, akkor ez nem az volt. Kell ide pszichótria, meg a balliszt... Stratosz, vagy nem tudom mi a jóisten növénynek az indája, és hogyha ez megvan, akkor itt tudnék csinálni főzetet megint. Még nem megyünk oda közel, de úgy látom, hogy megint utaznunk kell itt az ayahuaszkával, megint be fogunk rendesen narkózni. Szevasz, Drakiel, üdvözöllek! Valaki hangosan eszik melletted? Igen, erről már beszéltünk macskának hívtam az Ellent. Na, fura ember vagyok én is azért néha, amit nem mondjak. Na! Ismeretlen növény, ez szerintem ez, nem tudom. Nem tudom, hogy miért van ez nálam. De már szárított verzióban is van nálam. A dohány leveleket kombinálhatnám a levélkötésekkel. Dohányvirágokat kell kombinálni? Az? Nem. Ezt kidobjuk. Ezekből mindenféle főzetet tudnék csinálni, de... Így legyen dohányos izé kötésünk, az jó lesz. El lehet azt fordítani? Dehogy lehet. Obszidián kőből 3... Üres konzervdobozokat cipelek magam. Ja, persze, mert az előbb megettem egy konzerv cuccot. Jó, szerintem ennek most az lett az eredménye. Itt van molinéria levél. De jó. Abból barkácsolunk ám. Levélkötést, így van. Elvileg Surihoz hozott volna, de nem jött össze. Nem baj, semmi baj, semmi baj. Hát előfordul mindig mindenkivel, hogy nem mindig jön össze a host. Kicsi tűz kell a szertartási tál alá. Azt hiszem, hogy akkor nekiállunk ennek. Szerintem még ma este megcsináljuk ezt a következő... Így is van. Egy darab kicsi botom volt, hát akkor vágjunk ki mindent is. Ezt a következő, nem tudom, pontot a játékban, mint célkitűzést, azt jó lenne megvalósítani. Nem tudom, hogy pontosan hol fogunk találni egyébként pszichótriát, mert az egy relatíve ritka növény, meg az a másik inda, na hát az sem lesz egy egyszerű feladat, de azért megpróbálkozunk vele, jó? Ilyen rohadt nagy fákat kell keresni, és annak szokott... Molinéria! Annak szokott lenni az oldalán. Nincs hely a hátizsákod, mert nem is kell nekem hely, ki mondta, hogy kell. Ebből barkácsolunk egy ilyet. Na, szóval és elkezdtem mondani ugye, hogy milyen frankon kitaláltam reggel, hogy én ma nem főzök semmit, erre elkezdtem sütni. Sajtos masnit, és azt kellene hoznom, hogy egy párat be tudjak harapni legalább vacsorára, mert egész nap nem is ettem más kb. Ilyen szart se ettem ma. De nem tudom miért. Inni legalább ihatnék. Csak sütöttem, igen, nem főztem, ez igaz. Soha életemben nem csináltam ilyet. Mármint, hogy nem dolgoztam leveles tésztával, és teljesen furcsa volt, amikor így széthajtogattam, hogy na hát, ez így néz ki. hogy így készül a sütemény. De azért király volt, tetszett. Az a baj, hogy nem találok egy fát se. Csak mondom, tehát ilyen bambusz van mindenhol. Én pedig fával tudok csak tüzet gyújtani, mert ez a srác ez ilyen. Milyen szép kis kukikák lettek. Nehogy azt higgyétek, hogy véletlen dick pic-et küldtem a Gabinak. Pedig az se lett majd csúnya.
Mia, megtaláltam a lambdát. Egyáltalán nem hasonlít a sátorunkra. Akkor mi ez? Itt kell majd... Ez a szikla fog kinyílni, és erre mehetünk majd tovább, amikor megittuk azt a enyhén narkotikus hatású italt, amit főzni fogunk abból. Isten tiszteleti helynek tűnik, ahol a jabahuaka az ayahuaskát fogyasztja. Nézd, a térkép erre a helyre mutatott, talán ha megtalálod a tulajdonosát, megtudhatod, hogyan lehet kijutni onnan, csak tovább kell menned. Kösz, Mia, köszi. Én is enyhén narkotikusat iszom, hogy megint van kólám. Az annak számít? Régen számított annak, nem? Amikor volt benne még egy kis kokain. Képes vagy rá, veled vagyok, nem igaz? Minden lépésnél végig veled leszek. Én is attól félek, Mia, hogy te leszel velem életem végéig, te feleségek gyöngye. Mindjárt elkezdem majd részletezni, hogy milyen... Na jó van! Köszönöm szépen, Gabi. Kösz. Franco vagy. Valahogy mindig sikerül ide eljutnunk, ugye? Hogy péniszekről lesz szó a végére. Begyújtjuk a hosszú botokat. Ezt is. Kicsi bot is kell, mert ebből lesz a tűz. Csak mondom. Ott is van 2. 4. A hosszú botot, hogyha begyűjtöm, akkor sima bot lesz. Igen, és azokból meg kicsiket gyűjtünk majd be. Minek az embernek ellenség? Igen, hogyha ilyen Franco moderátorai vannak. Amúgy az előbb Peti is itt volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megrendszabályozta itt a csetet egy pillanat alatt. Nagy király arc vagy. És remélem, hogy jól érzed magad ma este. Még akkor is, ha csak mit tudom én, mondjuk csak a csetet figyeled. És hogy minden szuper veled egyébként. 50,7 kilónyi cucc van nálam, egy banán, 2, várjál, aha, hát egy banánt megeszünk, így lesz elegendő. Itt mik vannak? Ja, ezeket én dobtam el. Így lesz elegendő sebességünk, ugye. Dobáljunk bele mindent. Szertartási tálba nem is kell túl sok minden, itt meg majd ugye meg kell gyújtanunk a tüzet. Hát, mivel itt nem tudok aludni, ezért szerintem elindulunk vissza a bázisunk felé, és nagyon figyelünk arra, hát ha valahol megtalálhatnánk azt a fát, amire szükség van, hogy szertartásokba bocsánkozzam itt. Lehet, hogy ez az? Na de valami ilyesmit kell keresni, mint ez. Lián azt hiszem nem fér el már a hátizsákunkba. Necces lesz megtalálni azt a növényt, mert nagyon kevés helyen nő, nagyon ritka. És lehet, hogy innentől kezdve akkor arról fog szólni a játék, hogy hogyan találjuk meg ezeket a pszichotróp növényeket. Egyébként, így, hogy itt vagyok, akár még azt is megtehetném, az termeszvár, azt is megtehetném, hogy visszamegyek az alaptáborunkba, nem? Az nem lehet annyira messze innen. Itt voltunk fent a Lambda 2-nél, és az alaptáborom nekem itt van. Akkor nincsen semmi dolgom, csak hogy nyugat felé menjek. És akkor már otthon is lennék, meg minden szuper lenne. Aludhatnánk, menthetnénk. Igen, ez volt az a hely, emlékszem rá. Fú, de mennyit szenvedtünk, hogy jussunk fel ide, ugye? Jó necces volt. Hey, szevasz VNK, megkésőd, de jöttél lörkölni. Megint megcsaltál minket, ki tudja merre jártál. Más streamer parfümének szaga van rajtad, undarító, fúj. De azért most az egyszer elnézem. Kellene, ugye? Ez a növény, meg ez a lián téma. Ezeket kellene valahogy megtalálni. Overwatch-osztál, Subvex-el mi? Az se jött ide már 2 hónapja. Megjegyeztem ám neki. 3, pláne. Valamikor már ráírok, hogy mi van vele. Meg hogy nem akar-e esetleg egy kis melót. Nem tudom, szerinted milyen állapotban van? Van-e neki éppen dolgos kedve? Legalább nem valorantozott, igen, hát... Apró örömök az életben. 9 óráig jók még azok a gyümölcsök. Nem, de amúgy ma mindenkit szétsóskodunk. Csak mondom. Garantálom, hogy a népszerűsége ellenére szerény marad.
Mi? Ezt most értenem kéne. Remélem még mi. Vagy remélem, hogy már nem a péniszemről van szó. Gyerünk ide. Azaz! Nézd, én ezt keresem. Vagy ez a dohány? Hát már meg sem tudom súhintani ezt a fejszét rendes. Ez a dohány. Ó, de kell a francnak a dohány. Mindegy, kirakjuk a táborunkban, jó? Aztán megkeressük. Amúgy ezen a helyen én emlékszem rá, hogy össze tudtuk rakni az első szertartáshoz szükséges anyagokat, és hát itt volt a banánültetvény, erre emlékeztek? Ez mekkora királyhely volt. Imádtam itt lakni, ez egy fasz a hely. Megint eltűntek a kókuszaim? Hallod, hagyjad már. És nézd ezt a tárolót. Ott van benne, alatta van a kókusztál, tiszta vízzel benne. Meg tudnám-e oldani, hogy a kulacsomat teszem oda? 10 per 100-as? Most meg kiürítetted? Hát innen túl sok vizet azért nem veszünk fel sajna. De hogyha ebből, nem tudom, elveszem ezt a kókusztálat innen, és csinálok egy olyat, hogy oda lerakom. Nem jó, nem működik. Jó, leszarom. Leszarom, alszunk, megyünk kész, szevaszt. Ja, nem kéne hosszasan aludni, ugye? De mekkora frankó hely volt ez, hogy itt lehetett izé egyből mosakodtál, itt áll a koszos vízből, megnőtt a patakparton a gomba is, amire szükséged volt. Nézd meg, milyen szép banánokat raktunk ide, gyönyörű a termés. Ilyen házunk sehol nincs. Hát ebben a játékban lehetett volna építkezni. Én meg már úgy érzem, hogy a vége felé járok. Inkább mentek egyet, még mielőtt elaludnánk éjszaka. Ide mentünk rá erre. A nulla kétszer is nulla. Mi? Jó van már, szidjátok itt egymást. Hagyhozzak egy kis kaját, jó? 2 perc szünetet kérek, és odarakok egy kis szenet is. Amúgy játékváltásra szerintem 1 óra múlva számítsatok. Utána megyünk majd Death Strandingezni. Be right back screen. Switch to be right back screen. És pisilni is elmegyek, és inni is hozok. Addig hallgathatjátok ezt a csodálatos számot. Screen. Switch to gaming screen. Have fun, you piece of shit. Te is érezd jól magad, te hazuki szemétláda. Mookiebot ma úgy látom, hogy egy chaten is nagyokat alkolt. Na, hol is tartottunk a játékban? Kialudtuk magunkat? Nem, de a mentés szerintem megvolt. Vagy rosszul gondolom? Este 7 van, este 8. Jó, csináljuk azt, hogy elmentjük a játékot még egyszer, mert nem vagyok benne biztos, hogy ezt sikerült megcsinálni, és utána alszunk egy nagyot, majd alvás után reggel reggelizünk, és nekivágunk a jungle-nek, és elkezdjük hoppá, ott ment a ban egyből, elkezdjük felderíteni, hogy merre is vannak azok a dolgok, amikre szükségünk van ahhoz, hogy egy ilyen pszichotróp italt tudjunk összeállítani itt a jungle-ben. Úgy látom, hogy itt már egy kicsit leálltak ezek a gyilkos csapnák. Szevasz, Gorem, jó estét kívánok! Mi a helyzet? Hogy vagy? Hogy szolgál az egészséget? Csak nem munkából hazafelé jövet néztél be. Ott egy jó válaszolod, tényleg. Közben nagyon nézek, hogy mi mászkál itt, mert elképzelhetőnek tartom, hogy hamarosan az a macska, ami itt szokott lenni, az meg fog minket támadni. Vízi disznó húsokat látunk, szerintem egyet biztos, hogy meg fogok enni. Oh, wait, ne! Nem, az elvétel, az most nagy hülyeséget csináltam. Aha, egyből tönkre ment a hús. Tehát, hogyha onnan lelegeled, akkor minden tökéletesen működik, viszont amikor bevesszük ugye a táskánkba, akkor már 60 fehérje, 17 zsír volt benne, akkor már ott egyből nem úgy működnek a dolgok, ahogy mi kitaláltuk azt. Gyümölcsöt egyből eszünk, és a víz lenne az, ami most nagyon fontos lenne, hogyha jól látom. Hát a vízfogyasztáshoz kellenének ezek a kis sárga gombák, amiből 2 van nálunk, úgyhogy hát járjunk szerencsével, ígyunk a koszos vízből. Gázerózis belefért volna? Hát tudom, nem akartam mindenki idejét húzni azzal már este 11-kor, hogy itt még egy 7 perces Civil War még lemegy. Úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy na jó, hagyjuk, aztán menjünk játszani. Iszunk még egyszer ebből a vízből. De milyen menő, hogy nem kapunk parazitákat, nem? Ez marha jó. Akkor viszont menthetnénk még egyszer. Hogy telt a napod, Stradus? Mi volt a helyzet?
Vagy jobban szereted, hogyha Benninek hívnak? Mert szólj egyébként, hogyha arról van szó. Nyomjunk még egy mentést, és szerintem most így, hogy hamarosan már kiviláglik, szépen népiesen fogalmazva, szerintem elindulhatunk, és annak a furcsa fának a liányát be kell gyűjteni, ugye, mint mondtam, meg a pszichotrópia nevű növényt, és ennek a kettőnek a főzetéből szerintem az lesz az a fa. Abból már lehetne itt óriásiakat trippelni. Ez volt az előző, ahol ugye ezt az ayahuaszkát megcsináltuk. Az előző hely, előző ilyen rituális edény, vagy nem tudom pontosan minek nevezzem. Ott énekelnek a benszülöttek, csak mondom. Átmegyek lörkölni és ácézek. Mi a halál, az a vízi disznó? Hát az az elefánt. Csak még nem fejlődött ki az orványa. Ugye? Ugyanúgy izé túrja a sarat, meg minden. Oppá, itt van! Banisteriopsis inda. Ezt mondtam, hogy meg kell szerezni. Nincs el hátizsákban. Miért? Akkor mire van? Ne csinálja már. Várj egy dohánylevelet, lehet, hogyha eldobom. Csináljunk még dohánykötést? Vagy dobjuk el a száraz levelet, nem? Az aranyzacskót én el nem dobom. Obszidián kavics, figyelj, ez... Bár rohadt értékes egy dolog, lehet, hogy most lesz az a pont, amikor azt mondjuk, hogy jó, azért egy-kettőt így itt hagyhatnánk a táborban. Csináljuk azt, hogy egyet eldobok, meg még egyet. Pióca közben zabálja a testünket. Mikor, hogy mindkettőre hallgatok, jól is van. Akkor most már ezt is tudjuk. Ez egy pióca volt rajtam remélhetőleg. Éppen arról beszéltem, hogy milyen jó öltetet adtál reggel Stradus vagy Benny, mikor, hogy hogy wattokba átszámolni tényleg a fogyasztást, és ezt nem is értem, hogy eddig miért nem tettem meg, mert annyira magától értetődő és egyszerű dolog, hogy konkrétan tényleg kiszámolni, hogy mennyi a fogyasztása egy, illetve kettő PC-nek. Fogalmam nincs, hogy miért nem. Számoltam még ki soha. Úgy látom, hogy ezt nem lehet négy besztekkelni, mint a levélkötést, úgyhogy viszont akkor szerintem ide beállunk. Hát nem tudom, hogy itt meddig fognak ezek megmaradni. Viszont emlékeztek, hogy ide faszeneket raktunk? És azok itt is maradtak? Jó, akkor úgy tűnik, hogy ez egy ilyen varázs terítőként funkcionálhat. Ide lepakolhatok mindent is, amire valószínűleg most nem lesz szükségem. Csontűből van nálam még 9, azt sem tudom, hogy miért van 9 amúgy. Hogy lehet 9? Úgyhogy 3-as stackekben áll. Mondjuk a sztori meg kicsit hűbb nekem, Deimos csaj, BRB. Ti itt AC-kba vagytok? Vagy miről beszélgettek? Közben lemaradtam, bocsánat. Na, így, hogy csináltunk helyet egy picit legalábbis az inventoring közepén. A gyilkos csapnát azért csak felhúznám, ki tudja, hogy lenne esetleg belőle mabari hús. Ott, az a fa lesz az, igen. És akkor már csak a növényt kellene megtalálni, ugye? Aztán visszamásznánk. Ezek nagyon para arcok, én ezekkel nem akarok jobban lenni egyáltalán. Szerintem harcolunk. Kölcsön meg kérsz, hogy fogyasztás mérő, hogy csinálsz egy tesztet termelés nélkül és alatt. Meglepően alacsony lesz mindkettő ahhoz képest, hogy mekkora tápokat rakosgatunk egy gépbe. Én teljesen a max kihasználtságra gondoltam, mit tudom én, 650-es tápokból 2, kapásból 1300-zal megterheli a hálózatot óránként. De hát nyilvánvaló tényleg ez mennyire igaz, hogy amikor egy gépet nem használsz mondjuk egy Google-nél nagyobb célra, akkor az nem fog neked ott nagyokat fogyasztani. Azt a mindenit, hogy elment a fejem mellett, és észre se vette a csávó. Hova futsz? Hova mész? Hopp, igazság szerint nem találtam el, de a játék úgy regisztrálta, mint hogyha meggyilkoltam volna. Jó. Jó, szerintem... Ne dolgozd fel a testét, Jézusom! Ó, oh, ne! Mi történne, hogyha ember húst tennénk amúgy? Fúj! És olyan kiszedtük, hogy élvezz önket? Nézzük már meg. Még mindig van 7 darab.
madártollból tudnánk készíteni még többet, viszont azt a húst, ami ember hús nyers, én azt eldobálom. Hát szerencsétlen. És a csontjainak meg már nem volt hely. Na jó, ez nagyon undorító volt. Kicsi botból barkácsolunk még több nyilvesszőt, ha már ennyi madártollat adott a figura, nem fog ez nekünk ártani. Elméleti maximum terhelést igazából nem is lehet kisajtolni gépből, csak nagyon ritkán. Arra gondoltam, hogy hogyha egy konnektorról oldanám meg ilyen jobbféle hosszabbítókkal, amiben van ilyen túlfeszültséges, mit tudom én micsoda védenem, akkor az például egy villámcsapás esetén is védene? Vagy az mondjuk csak egy ilyen hálózati ingadozásra, mit tudom én, ilyesmikre jó ez. Fogalmam nincs, miről beszélek amúgy. De igyekszem. Na, a pszichotria nevű növényt keressük, mert ugye most már az inda már megvan. A ke... Hallod? Jó. Én mondtam, hogy itt lesz, de frankon tudtam, hogy a régi bázisom körül, mivel hogy itt meg kellett csinálni azt a rituálét már egyszer, meg fogjuk találni a hozzávalókat ehhez a dologhoz, és erre mit ad Isten? Hát tessék. Igyunk egy kis vizet, és nézzük meg, hogy hogy állunk. Amúgy rohadt koszosak vagyunk, és szénhidrátból nincs elég... Hopp, ne így áll. Elég fogyasztás. Na jó, akkor most képesek leszünk megcsinálni ezt a tök frankó kis rituálét. Túlfeszvédő, csak azért kell igen, hogy megvédje a géped VR-ban. Gépeid. Jó, tehát akkor ez kifelé véd. Jó, és belülről érkezett valamilyen probléma? Na, most már meg is tisztítottuk magunkat, és minden nálunk van, amire szükség van, szóval mehet még egy mentés. Szerintem teljesen jól állunk hússal és minden egyébbel. Úgyhogy ennyi volt. Srácok, megyünk, megcsináljuk a rituálét, és kiderül, hogy hová vezetnek ki minket innen. Teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy ez a játék itt véget ér. Aztán persze lehet, hogy hülyeségre gondolok, tehát hogy ez nem ennyi volt még, ez itt csak a túlélésnek a legalapabb, legelemibb része volt, ez a fejezete a játéknak. De teljesen kinéz a készítőkből, hogy gyakorlatilag egy ilyen survival tech demo volt az egész, és nagyon kicsi a story része. Tehát hogy ugyanúgy, mint a Forestnek, ami... A Forestnek legalább megvolt az az eleme, ugye, hogy totál paráztatós volt a mutánsok miatt. Itt ebben a játékban ez egy kicsit kimaradt, de még azért ne ássuk el, még ki tudja, hogy mi is lesz benne. Most egyébként elindultam jobbra, de szerintem, várjál csak. Igen, itt átjöttem és jobbra megyek fel. Miközben nekem nem is erre kellett volna mennem. Bocsánat, elnéztem a térképet. Azt kellett majd csinálnom, hogy itt végigmegyek a baloldali irányban. Ez egy molinéria volt? Vagy... Jaj, nem, ez a zöld dildó növény, aminek nagyon erős szénhidrát tartalma vanna. De hova raktám be, hogyha lelegelném? Várján. Ez 33 perc múlva tönkre megy, úgyhogy ezeket beharapjuk. Szomjúság és szénhidrát nagyon jó. Banán. 20 óráig jók már csak a banának. Abból hozhattam volna az előző bázisról amúgy. Jó, mindegy, mindegy. Teljesen amúgy nem állunk szarul. Mindenünk van, csak... Lehetnénk egy kicsit jobbak is. Ezeket a gombákat vigyük el, mert lehet, hogy majd a folyóból kell innom később, és akkor felkészülünk a paraziták ellen. Minél több értéket halmozol fel, annál jobban kell védeni. Ugye minőségi alkatrész jobban garantálja a névleges tervírás belülről, nem igazán jöhet hardware gyilkos. Peak. Jó, akkor ezzel legalább nem kell számolni. Nagyon köszönöm, hogy ilyen frankon leírtad ma, meg hogy ilyen sokat segítesz itt, mert nekünk ez az elektromosságtan, meg nem is tudom, tulajdonképpen nem volt annyira erősen előadva. Ja, meg van egy kettes érettségén fizikából. De nem tudom miért, amúgy. Egyébként teljesen tök jól felkészültem. A szóbelire. Az írásbelire rohadtul nem. Nem, mert azért kitaláltam, hogy 11-ben nyomok egy előre hozottat belőle. Ilyen nagy keményekbe. Itt is van pszichotria egyébként. És aztán amikor rájöttem, hogy az úgy nem lesz jó, mert 12-ben még van fizika, tehát egész évet kell előre tanulnom, akkor már mindegy volt. Várjatok csak.
Mit mondtam, hogy merre megyünk? A Lambda 2-re, ugye? Ez az első pont, és a másodikra megyünk, jó? Szóval, hogy utána... Ó, jó van, és jól van a fogalm úgy? Remélem, hogy nem volt nagy gond. Tehát, akkor már rájöttem, hogy akkor már nem lehet visszamondani. Akkor már el kellett mennem fizikából érettségizni, de tudtam, hogy felesleges lesz. Hát mindegy, hát kettesre, vagy nem tudom, hármas alára megcsináltam, vagy valami ilyesmire. Mert azért még egy szóbelivel felhúztam, abban nem voltam buta. Csak ez az elektromosságtan, ez mondjuk nem az erősségem, ez mondjuk talán látszik is. Itt van a folyó, és ez balról kerülöm. Én is előrehozottat csináltam, számítás technikából, abból már úgyse tanítottak újat. Igen, abból is csináltam. Meg angolból. Angolból nem is kellett, mert ugye mi megcsináltuk 10. elején a középfokú nyelvvizsgát, és ott már el lett mágva az angol. Bejártunk persze, bár nem volt kötelező, tehát voltak azért alkalmak, amikor eldobtunk, meg elmentünk inkább csajozni helyette, mert az tök menci volt, meg cigizni a bolt mögé. Nem, olyat nem csináltunk soha. Cigizni a bolt mögé. Hát de... De én nem. De többiek igen. Én egészen... Egészen tavaly előttig rá se gyújtottam jó formán. Mondtam már, hogy sikerült szeptemberben leszoknom a cigiről. Olyan büszke vagyok még a mai napig magamra miatt. Sok minden miatt nem, de ez tök király volt. Na, itt most rendesen rágyújtunk erre a főzetre. Bocsánat, hogy itt elpofázom az időt. Szükséges tárgyak a kicsi tűz. Szávasz, sztereotípia, jó estét kívánok! És mindenki másnak is, aki közben megjön. Sziasztok! Madárfészekből gyújtunk tüzet. Nézd, Gabi! Most figyeld! Látod ezt? Egyik szakmám az elektro... Technika, munkát nem vállok rá, penge nem vagyok, de szakmai rálátást megadta, sokat segített sok területen. Na ugye én ezt mondom, hogy ez tök király, hogy ez nekem teljesen kimaradt. Gyújts fel a talpad, én biztos nem merném így csinálni. Mi a helyzet erre felé? Köszönöm szépen, sztereotípia, minden szuper nálunk. Hát progresszelünk a Green Hell világában, és szerintem itt már most így, hogy megint durván betépünk, megint megyünk a kisgyerek után. Lehet, hogy ez a játék végét fogja jelenteni, mert nincsen új, vagy nem tudom, van új terület ebben a gameben? Szia, Krisza, jó éjszakát! Milyen gyönyörű kék pillangók voltak. És kinyitotta nekünk. Nézzük meg, nincs... Nulla kötőjel T volt rajta. Vagy O kötőjel T? Mennyire átéljük itt most a spirituális élményeinket? Nagyon érdekes, fantasztikus néma, de hogy épkézzel gyerekszerető intelligens tanárt nézve találni, azt tuti. Igen. Ez valóban így van. Nézd, és mindenhol itt vannak ezek a... O kötőjel T, vagy nulla kötőjel T betűs írások, hatalmas, meredő péniszek. És a dzsungel maga. Vajon új területre érkezünk, vagy a játék legvégére? Ez itt a rohadt nagy kérdés. Milyen csodálatosak ezek a popogányok. Jól van, Stradus, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Wow, nézd! Utak emelkednek nekünk. Jó éjszakát és jobbulást a Pirate fogára. Hova megyünk? Nagyon tetszik ez a része a játéknak, bárcsak többször lehetett volna ilyen brutális narkófogyasztás. Na most mi történt? Találok egy ajtót, na nem mondod. Most lezuhantunk a gyerek után kutatva. Ez olyan, mint valamilyen váró, nem? Nézd meg! A régi orvosi rendelőben voltak ilyen székek. Ez igen. Megint valami... Vagy várjál, ez nem lehet, hogy ez a repülőnek az ajtaja? Most ezt én mozgatom? Aha.
De nem tudom, hogy haladok. Ez az irodám. Ó, nézd már, itt a dohányról lehet olvasni. Lágyszerű növény szív alakú zöld levelekkel. Ja, itt gondolom, hogy ilyen tök jó leírásokat csináltam az ebben a dzsungelben élő gombákról, növényekről és mindenről is. Hát az élő világról, magáról, ugye? Sámán szintén transzba hozhatja a rituáli résztvevőit. Ezeket néhány másodpercig itt hagyom a screenen, hogy a voltban majd vissza lehessen nézni, meg le lehessen állítani, ha esetleg valaki el akarná olvasni. Az ayahuasca aktiválja az azon területeit, amelyek a memóriáért és az érzelmi reakciókért felelősek, fokozza az agy neuroplasztizitását és a neurogenezis folyamatát. Ezt én írtam! Ezt egyszer szerintem elolvastuk, és azt ezek szerint mi írtuk akkor? Itt a rituálékról, a szertartásokról lehet olvasni. Nem értjük, miért nem tanítják főzés-sütés alapjait fizika-kémia órákon. Ja, képzeljétek el, hogy Gabi olyan magas helyen lakik, hogy neki máshogy forra víz. Neki teljesen máshogy kell főzni. Tök durvin hangzik. Ez micsoda? Természetes orvoslásról szóló fejezethez. Gomba megtalálható egy dzsungel barlangjaiban. Gomba, amelyet az indiánok a szertartásaik során használnak, barlangok sötét folyosóin nő, következő jellemzőkkel rendelkezik, kevésbé tanulmányozott gombafaj. Írek egyáltalán róla? Hogyan fogyasztják az indiánok emberekre gyakorolt hatás? Többet kell beszélgetnem róla Miával. Fényhez való hozzáféréstől függően változik a felelhetősége? Aha, érdekes. Szerves maradványokból táplálkoznak, mint például a denevér, ürülék, elpusztult rovarok, növényi maradványok. Mi a helyzet ezzel a bevezetéssel? Teljesen új faj, van neve? Kutatás és összehasonlítás. Jó, ez nem volt túl érdekes, tudom, számunkra. Milyen frankó képek is vannak. De most mi történik itt? Mire jövünk éppen rá? Ki kéne ugranom itt, vagy keresnem kell valamit a szobában? Mi folyik ezen a helyen? Csak néhány lapot lehetett elolvasni. Valamit nem találtam meg, szerintem, amit muszáj lett volna megtalálni. Legugolni nem tudunk. Kilútolni a fiókokat nem lehet. Itt pedig nem látok semmit. Szabvány szerint csatlakozó ajzatokat 3x2 feles vezetékekkel szerelni. 5000 watt terhelés nyugodtan elbír. Hát, de ez így volt mondjuk 25 évvel ezelőtt is, mert nem vagyok benne biztos, hogy ez a ház mondjuk ilyen vezetékekkel rendelkezik, de majd utána kell ennek még járnom. Nem tudom, hogy mit kell tennem, skacok, nem tudom, nem tudok mivel interaktálni. Lehet, hogy vissza kell mennem ezen az ajtón? Mindjárt kiderül. Benéztünk az irodánkba. Ez egy újabb hely lesz. Ez olyan, mint valami raktár, ugye? Ezek könyvek? Ezek a mi könyveink? Saját raktárunkban vagyunk bent. Gondolom, hogy írtunk egy könyvet, és vagy nem vette meg senki. A könyv elég jó volt, de az embereket nem érdeklik az elveszett törzsek, az erdőírtás vagy a globális felmelegedés. Ilyenekre csak akkor gondolunk, ha már túl késő. Nem mondod. Hú, itt valami nagy para dolog történt. A végére valami fura dolog fog itt összeállni. Írtunk egy könyvet, oké. Okay. Utazás a dzsungel szívébe, fedezem fel csodálatos őslakos kultúrákat, lecke a túlélésről. És utána pedig visszamentünk oda a dzsungelbe. Ja, az valami kórházajtó volt. Hogy mi? Miután nem fizette ki az ön által felvett 70 000 dollár összegű kölcsönt, arra kérjük, hogy fizessen meg az említett összeget felszólítás készhez vételétől számított 30 napon belül. Ha a fennálló összeget nem fizeti meg az előírt határidőn belül, kamat kerül felszámolásra, és az ügyet bíróság elé terjesztjük. Eljárás költségei önt terhelik. M. Kimak mondja. Itt is van egy számla.
Páciens Mia Higgins, Happy Use egészségbiztosító, kiegészítő biztosítása nincsen. Kórházi tartózkodás és kezelés számlája. Jézusom. 200 ezer dollár. Sugárterápia, fizioterápia, vérbank, műtőszoba, érzésnyelítés, MRI, CT, endoszkópia, intenzív szobor, radiológia. Hát mi az Isten történt ezzel a csajjal? Lehet, hogy rákos volt? Sugárterápia? Meg fizioterápia? Meg... nem tudom. Műtötték is, az is... tehát lehet, hogy megpróbáltak kivenni, radiológia. Ott lehet, hogy csak röntgen csinálnak, nem? Ez alapján mi jön össze, szerintetek? Szoba és nővéri ellátás 31 ezer dollár. Jézus, a Mia nagyon beteg volt. Ez meg még mindig a könyvünk. Rengeteg darab könyv. Dr. Higgins, elolvastam a könyvét, és dühösen azt kell állítanom, hogy egyetlen önmagára valamit is adó tudós sem írt volna ilyet. Kevés olyan közösség maradt a világon, amely messze a technológia úgynevezett előnyeitől, természettel összhangban és a régi hagyományokat követve fejlődött. Minden joguk megvan a saját útjuk követéséhez. Ön miatt a Jabahuaka elveszítette ezt a lehetőséget. Mostantól a tudósok, újságírók vagy a pénzügyi haszonra törekvő társaságok figyelme fogja őket övezni. Kultúrájuk beszennyeződik, és meg sem tudjuk becsülni, hogy milyen mértékben zavarja meg a fejlődésük természetes útját és az életmódjukat. Nyilvánvalóan gondolom, hogy olyan semmi tiszteletet nem tanúsít a kivételes kultúrájuk irányában, és hírnév és vagyonszerzés céljából egyszerűen kihasználja a Jabahuakát. Ami még rosszabb, hogy ezzel arra buzdít másokat, hogy tegyék ugyanezt. A törzs lassan a természetes kíváncsiság és a legújabb divatgyógyszer áldozatává válik. Ez undorító. És szégyelhetné magát azért, amit ezekkel az emberekkel tett. További expedíciók és háborgatások több rosszat okoznak a törzsnek, mint jót. Figyelmeztetem, hagyja békén a Jabahuaka törzset, különben súlyos következményekkel járhat. Ez igen. Amúgy ez lehet, hogy... tehát ebben van azért valami. Hogy nem feltétlen kellett volna, talán... már a franc se tudja. És mi van abban? Mi ez a levél? Kedves Dr. Higgins, mivel nem kaptam választ az előző levelemre, megengedtem magamnak, hogy újra neked írjak. Az előző levelemben is említettem, Omulu Corpot érdekli a könyvében felvetett számos hipotézis. Nevezetesen ön azt javasolja, hogy az indiánok hozzáférjenek a rendkívül hatékony gyógyászati anyagokhoz, de sajnos nem oszt meg további részleteket. Amennyiben hajlandó specifikációkat szolgáltatni nekünk, az Omulu Corp jelentős összeget fektetne ezen anyagok tanulmányozásában. Megértem, hogy valószínűleg tétovázik az együttműködést illetően, de kérem, vegye fontolóra, hogy a felfedezése hány emberen segíthetne. Képesek lennénk az ön segítségével megmenteni azokat a betegeket, akiknek jelenleg nincs esélye sincs a túlélésre. Szeretnék egy találkozót javasolni, mindannyian profitáltunk ebből az együttműködésből. Jó éjszakát, Artik, szia-szia! Szia, VNK, mindenkinek szia, aki most megy aludni, aki már nem várja meg a játék végét, mert szerintem ez már az. Ezután sem volt más, senkit sem érdekeltek, ha csak pénzt nem lehet rajtuk keresni. Aha, oké, megint itt van az ajtó. Tehát akkor... ezek az emlékeink, ugye? Segít visszahozni az ayahuaszkával, a főzettel visszahozzuk a memóriánkat. Szerinted önző vagyok, akár csak mindenki más, ugye? Talán igazad van és fel kellett volna adnom. De beteg volt és nem adta fel a Mia, ezért pedig egyre nagyobb költségek... jöttek elő, és emiatt... na várj, lehet, hogy csak a fejünkben játszódott az egész dzsungel téma? Mi történt? Miért vagy itt? Tudom, hogy mi hajtott bennünket, de semmit sem igazol. Ha én nem lennék, nem kellene visszamenned a dzsungelbe. Miért kell visszamenni? Azért, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat. Az arany miatt mentem vissza! Na ne szórakozz! Rossz indulatú daganat a bal tüdőben, metasztatikus elváltozás a jobb tüdőben, légcső bifurkáció közelében elhelyezkedő nyirokcsomókban, mögöttes betegségek, szövődmények, tartós köhögés, véres köpet.
arteriális elmeszesedés az aortában, magas vérnyomás, pajzsmirigy túlműködés, degeneratív elváltozások a gerincen, fájdalom a balvában, itt van a kezelés leírva, orvos nyelven, elvégzett műtéti beavatkozások, rákelni kemoterápiás szer befecskendezése, további palliatív kezelés ajánlott. Szegény nő. Itt van valami magazin, középszerű könyv csak rajongóknak. Ez a mi könyvünkről írt kritika. Csak azoknak ajánljuk, akik szenvedélyesen viseltetnek a dél-amerikai őslakos népek kultúrája iránt, és a rég elveszett civilizációk szerelmesei. Hát ez komoly. Tehát a könyvünkkel akartuk volna a nőt helyrehozni, ezért kölcsönt vettem fel, és aztán nem tudtam kifizetni, értem. És ezért akartam visszamenni oda az illegális ásatásokhoz. Vagy ne adj Isten, én műveltem azt? Nem tudom, nem tudom. Ez is csak egy Breaking Bad story? Amúgy most mit kéne tennem? Zárva vagyunk. Minden irányból. Ja, vele kell beszélni, bocs. Mia. Mia, én nem tudtam. No. Okay. És most mi van? Nincs vége a játéknak, jól látom. Mi a... iszok egy újabb adag ayahuaskát. Miért nem említetted, hogy beteg vagy? Jake. Ezért vagyunk itt? Yabahuakának van ellenszere? Neked akartuk megszerezni? Ha csak ilyen egyszerű lenne, már mondtam volna. Akkor miért nem csinálod csak? Mi? Rossz a felirat. Whatever it is, Mia, please tell me. Kérlek, Jake, menj tovább, ha te nem éred túl, én sem fogom. Többet ne beszéljünk róla, amíg biztonságban nem értél rendben. Aha. Semmit sem értek, de azt tudom, hogy meg kell találnom téged. Koncentráljunk arra, kérlek. Hűha, itt fogalmam nincs, mi történt, viszont ezt a helyet, ezt a területet sikerült megnyitnunk, ugye? És ez hova vezet minket el? A Lambda 2 mögötti területek. Ó, várj, ide nincsen térképen, pedig itt egyébként még lehet, hogy lenne hely. Na várj, ez mindjárt kiderül. Úgy látom, hogy itt valami nagy víz téma van. Nem sokat értünk most a sztoriból, főleg mert ott volt egy rossz felirat sor benne. Itt próbáltunk átmenni a kisgyerek után. De mit fogunk itt találni? Az a baj, hogy nem tudom, hogy megszakítsuk-e most itt a jelenlegi részt, vagy sem. Mert nem tudom, hogy ez most itt a játék vége, vagy sem. Hogyha innen van még, mit tudom én, 2 órányi játék, akkor azt mondanám, hogy jó, persze, akkor menjünk most azonnal DS-ezni, azaz Death Stranding-ezni. Így viszont... itt lemászunk. Viszont nem tudom, hogy mire kell számítani. Krokodátor. Oké. Milyen aranyosan megnyugodott egyből, nem? Gabi, remélem nem láttad. Hová érkeztem? Ez a hely már nincs jelölve, valamerre erre lehetek éppen. Itt pedig mászkál valami a dzsungelben. Hát nem tudom, hogy most a kajmánt, vagy mi a jó isten volt ez az állat. Ezt most lefarmoljuk-e, vagy sem? Kell-e innom? Ha kell, akkor az ismeretlen gombából. Nézd, milyen aranyosan bejöttek ide a tatú meg a mabari. Nézzük meg, hogy állunk, várjál, mert most lehet, hogy amúgy, hogy a narkózás után... Mi? Teljesen maxra rakott minket a narkó? Hát...
Kimegy állandóan a neted, neted is milyen. Nézd, ezt neked fogtam. Hát teljesen lemaradtál, sajna. Ezt már sosem fogod kideríteni. Még a banánom is tönkrement. Ismeretlen diók azok még jók azért egy ideig. Hát szerintem ennek a húsát csak felszedném. Lesz mivel cipőt csinálni, jó szőnyeg lesz. Ilyen agresszívak vagytok? Na várjál. Mondom ezt némi közben, szabdalom ugye. A csortjai semmiképpen nem kellnek, viszont a húsa meg rohadt nehéz. Miért nem írja egyébként információval, hogy miért ilyen nehéz a húsa? Hát hallod, egy darab ilyen cucc. 3 kiló hús. Hát abból, 3 kiló húst azért meddig eszik az ember? Hát az írdatlanság, ez a csávó meg reggelire beharap 2 csirkét. Szevasz Máté, mi a helyzet? Szia Aquila. Hogy megy a túlélés? Nagyon szépen köszönöm. Szerintem egészen frankon, csak most elérkeztünk a játék egy olyan részébe, ahol nem tudom eldönteni, hogy ez már a legvége, vagy innen még következik valami, folytassuk itt a kis felfedezést, meg az utazást, így térkép nélkül. Az is lehet ám, hogy itt kapni fogok egy újabb térképet, és akkor majd össze fogjuk illeszteni a két darabot, ezzel pedig folytathatjuk itt a gémet. Nagyon koszosak vagyunk, úgyhogy azt szerintem mossuk is le magunkról. Meg szerintem valami bajom is van. Mindjárt megnézzük. 5 whisky után beférne a 3 bármikor? Nem mondod. Hát hogy lehet annyit enni, kérlek? Jól mondod, egy kis whiskyt én is innék csak, hát azért holnap még dolgozni is kellene. Hogyha ide eljutunk, nézzétek meg, itt van ponyva. Meg bambuszból készült ilyen vigyók. Ez mi ez a hely? És mi volt ez a hang? Azt mondja, hogy fák. Tényleg vannak, nagyon szépek. Üres palackok. Oda néz! Azt a mekkora! A mekkora kígyója van, nézd már meg ennek a fickónak. Szerintem itt laktunk ezen a szigeten, csak nem mertük bevallani senkinek. Találtam egy tábort. Elhagyatottnak tűnik, de nyilvánvalóan valaki már régóta él itt. Van ötletet, hogy ki lehetett az? Olvastam valahol, hogy néhány évvel ezelőtt egy angol végig sétált az Amazonas teljes hosszán. 2 évébe telt. A világ tele van szenvedélyes emberekkel. Valamit nem stimmel, úgy néz ki, mintha eltűntek, minden felszereléseket hátrahagyták volna. Ennek semmi értelme. Furcsa, de talán jó dolog. Egyszerűen felkaphatod, amire szükséged van. Hát... nem úgy tűnik, mintha erre bárkinek szüksége lenne. Ez igaz. 2 piócám volt. Itt van, így van. A másik is megvan. És akkor... volt velük egy gyerek. És ezt csak a Teddyből találtam ki? Én... nem kell mondanod semmit, csak meg akartam ezt osztani veled. Ott a térkép. Tudod, még mindig ott lehetnek valahol kint. Nem kell vigasztanod engem. Oké. Okay. A térképet szeretném elolvasni. Mi, hogy ez a térkép? Oké, okay, tehát akkor most erre van észak, itt vagyunk a szigeten, ezen a kicsi szigeten, amin éppen állunk, és erre repült a repülő. Hát jó. Találtam egy változatosan lerajzolt térképet, Mia, és egy repülőgépet tüntettek fel rajta a tábortól keletre. Ez kétségtelenül egy nyom. Ez már egy tervnek tűnik. Na jó, és itt nem lehet menteni amúgy? Van itt egy táska, szárított hús van benne. Meg doboz. De milyen doboz az? Lehet, hogy össze kellene itt pakolni mondjuk egy tábortüzet. És lehet, hogy össze kéne hozni szintén abból a pálmalevélből mondjuk valami matracszerűséget, és itt kellene letáboroznunk. De azt hiszem, hogy ide egyébként kicsi menedék kellene már kapásból nekünk, nem pedig ilyen aranyzacskóhoz kell, azt haza kell vinni, hogy fedezze a költségeket. Szóval, hogy
kapásban egy mini táborra lenne szükségünk, szerintem ahhoz, hogy menteni tudjunk. Tudok-e valami mást is csinálni itt esetleg? Ez nem elegendő bot egy tábor tűzhöz. Kődarab, egyet eldobok. Jó. Hogy állunk vízzel, meg minden szuper. Szerintem itt érdemes lenne csinálni. Egy ilyen. Hol is van? Levélágyat. Ja, ide legyen egy. Így. Hülye mindenségét. Szegény David megint banolni kellett? Nem bír magával ez a srác, nézd meg. Mitől vagyunk ennyire nehezek most? Nagyon furi. Jó, tehát van egy ágyunk, ahol aludni tudunk már. Van itt elég sok felszerelés, van itt banánlevél, pálmalevél, minden más. Ezt a keretet meg ilyen tök menőn ide rakták az előző lakók, viszont... Na, itt lehet menteni! Yay! Gondolhattam volna, hogy ez egy kunyhó itt, egy kis menedék. Viszont itt nem lehet bent aludni. Jó! Szerintem... innen... menjünk tovább. Horgászbot is van itt, meg van itt valami jegyzet. Joau meghalt, Jabauaka megtámadott bennünket, nem lehettek ők, festett koponyás vadak támadtak meg minket. Nem tudom elhinni, hogy ez történt, egyszerűen rávetették magukat, vérömlött mindenfelé. Mi csak beszélgetni akartunk, rémisztően néztek ki, akár a csontvázak, olyanok voltak, mint az állatok, mint a démonok. Ott hagytuk Joaut, Blanka el akart menni érte, de őrültség lenne. A láncsa áthatolt rajta, képtelen vagyok elhinni. Elveszítettem a naplómat, az összes jegyzetemet, írnom kellett valamit Joaurról, hogy valahogy feldolgozzam a történteket. Semmiből kell újra kezdenem írni, hogy a munkánk ne vesszen el. És Joao, és maradjon bizonyíték. Szerintem egyelőre biztonságban vagyunk. Almeida elvitt minket valahova, és olyan helyen vertünk tábort, ami stratégiai szempontból elvileg jobb, vagy ilyesmi. Fél, hogy utánunk jönnek, mert lelőtte az egyiküket. Carlos több napja nem aludt, továbbra is a dzsungelt figyeli, hogy jönnek-e. Ha Almeida nem lenne, mindannyiunkat megöltek volna. Mindenki sokban van még a történtektől, Blankát érte a legrosszabbul, nem csoda, hiszen megölték a pasiát. Még csak el sem tudom képzelni, fogalmam sincs, hogy mit tennék, ha elveszíteném Carlost. Csoport szavazni akar, hogy feladjuk el, vagy kutassunk tovább a Jabahuaka után, de hová kellene mennünk? Nem térhetünk vissza a városba, ha csak nem megyünk az almeidás családdal a határig, de az ostoba ötlet, hiszen esélytelen, hogy átengednek minket. Fenében, Joaunál volt a térkép. Kik ezek? Ezek most itt azok a figurák, akik... van itt egy rákcsálni való. Nincs a táskában, nem baj. Szóval ezek azok, akik ott fogva voltak tartva, akiket dolgoztattak? Megromlott garnélarák, rákcsapda. De jó, most már ilyenünk is lehet, meg kellene mosakodnunk. Hát nagyon furi ez a hely. Hosszú bot az most nem kell, itt van még egy rönk, az három darab hosszú botot jelent. Ez meg teljesen tönkrement ez az állat, nézd meg. Lába is milyen. Na jó, mi van ebben a táskában? Van benne doboz. De ezek milyen dobozok? Lehet, hogy konzervdobozok? Mert akkor itt rengeteg van belőle. Édesség, meg minden is van. Ott is van még egy táska. Jegyzet, füzet. A nevem Izabel és nővér vagyok. Saját szememmel néztem végig, hogyan vált a kórházam szeretett otthonával. A betegek haszontalan intravénás injekciót kapnak, és mindenki a csodára vár. Senki nem próbál segíteni. Legyen az orvos, az óriás vállalatok vagy a kormány. Ezért döntöttem úgy, hogy csinálok valamit egy baráti társasággal együtt. Elindultam a dzsungelbe, hogy megtaláljam azt a törzset, ahonnan az egész elindult. Ha az indiánok képesek betegséget okozni, akkor ismerniük kell a kezelését is. Higgins szerint nem agresszívek, ezért megpróbálom majd udvariasan kérni a segítségüket. Ja, hogy ezért jöttek ide a dzsungelbe. Ó, ez nagyon sok mindent megmagyaráz. Szóval... találtunk egy törzset, ami eddig háborítatlan volt, és gondolom, hogy volt nekik egy olyan betegségük, amit elkaptak az emberek, és széthurcoltuk a világba, és lehet, hogy megint egy ilyen pestiszerű járvány, egy ilyen influenza-szerű járvány terjedt szét a világban. Mert ugye teljesen logikus az elképzelés, hogy amikor Európából ugye felfedezték Amerikát, és behurcolták oda az influenzát, meg minden szar betegséget, és ott meghaltak az emberek, ez a cickány kussoljon már közben. Szóval, hogy ez akár visszafelé is elsülhetett volna totálisan, hogy onnan hazaviszik, csak hát ugye a hajókkal azért annak idején nem lehetett gyorsan közlekedni, úgyhogy
Ja. És képzeljétek el, találnak egy törzset, elindul egy betegség, hazaviszik, és szétterjed a világban. És azért jöttünk ide, hogy megtanuljuk azt gyógyítani. Legalábbis ez a kis baráti társaság azért jött ide. Azt mondja, folytatom közben az olvasást. Tisztában vagyok azzal, hogy egyedül nem tudom kifejleszteni a tökéletes gyógyszert, nem vagyok hülye. Mégis azt hiszem, hogy a megszerzett információkat majd valaki más felhasználja. Megosztom az eredményeimet bárkivel, aki tisztességes ajánlatot kínál cserébe. Természetesen nem pénzért csinálom, emberi életeket akarok segíteni megmenteni. Az expedíció azonban eltart egy ideig, és veszélyes lesz, nem is beszélve arról, hogy még öten csatlakoznak hozzám. A csapatom minden tagját észben kell tartanom, sokat kockáztatnak értem. Senkitől nem fogjuk megtagadni a gyógyszert, de az erőfeszítéseinkért kompenzációt érdemlünk. A tervem az, hogy a teljes expedíciót lejegyzem ebben a naplóban. Ki tudja, talán még egy könyvet is kiadhatok belőle, mint Higgins. Ismert minket ez a csaj. Mindössze az enyém értékesebb lesz, mert az igazi gyógyszerről fog szólni. Az expedíció első napja. Végül négy tagú csoportunkban indultunk el. Csoportban, négy tagú csoportban indultunk el. Én, Carlos, Blanca és Joao. Attól tartok, hogy nem volt elég időm mindent becsomagolni, de a városban egyre nagyobb a káosz, és úgy döntöttünk, nem várunk tovább. Annyira nagy, hogy a kórházban senki sem vette észre, hogy mennyi gyógyszert és felszerelést vettem el. Nem akarom megmagyarázni a lopást, de nekünk nagyobb hasznunkra lesznek. Útközben néhányan megközelítettek bennünket, megkérdezték tőlünk, hova megyünk, és csatlakozhatnak-e hozzánk. Láttam a félelmet a szemükben, de senkit sem vihetünk magunkkal. Ha valaki túl erőszakos, Carlos elijeszti őket, szerencsére eddig nem történt erőszak. Titokban tartjuk a célunkat, és Joao elég jól tetteti, hogy fogalma sincs, hogy merre kell mennie. Nem húzzuk elő a térképünket, mert nem akarjuk, hogy bárki megláthassa az általunk megjelölt útvonalakat. Eddig jó ütemben haladtunk, gyorsabban, mint eredetileg terveztük. 8. nap. Blanka mutatott nekem néhány érdekes növényt az út alatt, mindegyikből gyűjtöttem mintákat. Ezekből a levelekből teafőzet készíthető emésztési zavarok és hasonló dolgok ellen. Ugyan nem az a gyógyszer, amire éppen szükségünk van, de ki tudja, talán a legegyszerűbb megoldás lesz a legjobb. Végülis az indiánok nem találták fel az Isten tudja mit, egyszerűen csak azt használják, amit a dzsungelben találnak. Lehet, hogy mindössze különböző levelek megfelelő arányú keverékét jelenti. Minden gyűjtök, csak hogy biztos legyek a dolgomban. Különben is, hogy fogunk kommunikálni az indiánokkal? Egyikünk sem ismeri a nyelvüket. Arra gondoltam, megmutathatnék nekik különböző leveleket, gyümölcsöket vagy gyökereket, és majd bólintanak vagy megrázzák a fejüket. Ennek a cickánynak most pusztulnia kell. Csak lássam, hogy merre van. Ez most meghal. Na mindegy, szóval ez így komoly. Ez így azért elég komoly ez a sztori, hogy bejöttek ide, de ott van kötél. Tökre ismertek is minket, tehát tudják, hogy kik vagyunk. Nem is kellett volna ilyen pálmalevelet csinálnom, mert úgy látszik, hogy itt meg lehet aludni, meg minden is van. Ó, közeledünk a Jabaúakához, itt van még egy leírás. Elolvassuk ezt is, srácok? Amíg itt vagyunk a táborban, elolvassunk mindent, amit csak el lehet, hogy erre a részre maradjon, aztán holnap már csak menjünk tovább. Ez nagyon király, ez nekem nagyon tetszett, hogy így végül is értelmes magyarázatot sikerült találni, és hogyha tényleg az a sztori, amire gondoltam, akkor abban van fantázia. Nézd meg, itt mászkál, a kis rohadék van ahol. De vízbe bezzeg nem menne be. Tehát cickánya vagy, jó van? Nem bántom. Ezt a bambusz rönköt szét lehet vágni, úgy mint a... Nem. Ezt nem lehet úgy szétvágni, mint a fa rönköt. Hoppá! Peti! Na de... Dév, adott neked valaki pontot amúgy? Hogy köszit írtál, vagy ezt csak úgy beírtad, mert én még neked nem adtam. De azért megköszönte. Én meg... Látod, engem meg összezavart, mert azt hittem, hogy valaki adott neki. Na jó. Olvassuk el akkor ezt is, hogy mi van még ide írva. Jó, meghalt Jabaguaka megtámadott bennünket. Ugye ez volt az. Csapat szavazni akar, hogy feladjuk-e, vagy kutassunk tovább. Hová kellene mennünk, nem térhetünk vissza a városba. Azért nem, mert ott meg a fertőzés van. Jó, oké. Jó, ahonnan volt a térkép, azt a faszit meg kell találnunk.
Ez volt az, amit még nem olvastunk el, igen. Szerintem közeledünk a Jabawakához. Joao azt mondja, hogy egyértelműen látja valakinek a jelenlétét, sőt lábnyomokat is talált a folyó partján a homokban. Ötször elolvastam Higgins könyvét, ennél sosem állok jobban készen. Megvizsgáltam a gyógyszerkészlet tartalmát, az összes fecskendő és cső a helyén van. Csak azt remélem megengedik, hogy vért vegyünk tőlük. Ez azonban a végső megoldás. Reméljem, vagy remélem, ha egyszer elmagyarázzuk nekik, mi folyik a világon, odaadják a gyógyszer összetevőt, vagy akár magát a gyógyszert is. Ez remélem volt, csak ezt is félreírták. Nagyon sok a helyesírási hiba most. Náluk kell lennie, nem? Hogy ne betegedjenek meg. Nem bírok beletörődni, hogy útközben eltörtük a mikroszkópot. Micsoda meglepetés. Ma hallottuk, hogy valaki közeledik a dzsungelből, és azt hittük, már elértük a Jabawakát, de csak egy átlagos fickó volt. Attól féltem, hogy valaki a kartelből, mert úgy nézett ki, mint egy igazi gangster, de mint kiderült rendőr. Almeidának hívják. Magával hozta a feleségét, Szófiát és a lányát is. Rendkívül szerencsések, hogy belénk futottak, mert a kislány lázas volt. Carlos természetesen teljesen begolyózott, hogy biztosan a vírus, és nem akarta, hogy gondoskodjam róla, de végül sikerült meggyőznöm. Adtam neki némi gyógyszert is, amivel végig alussza az éjszakát a hálózsákomban, és holnapra sokkal jobban lesz. Carlos azt mondogatja nekünk, hogy ne bízunk Almeidában, szerinte nem rendőr, hanem egy BOPL katona vagy ilyesmi, mert fegyveres, totál kommandósnak tűnik. Ami engem illet, én örülök neki, hogy csatlakozott hozzánk, mert így jobb védelmet jelent a ragadozókkal szemben, és talán még vacsorára is vadászik nekünk valamit. Carlos valószínűleg kissé féltékeny, mert neki kellene biztonságban tudnia engem, de egy pisztoly jobb, mint egy macséta. Sofia viszont nem egyszerű eset, rendkívül elbizakodott, megmutatta nekem az útlevelüket, és azt mondta, hogy mivel amerikai és van egy gyereke, biztosan átengedik a határon. Nem tudom megállapítani, hogy naív vagy hülye. Minden esetre, amíg a lány állapota nem javul, összetartunk. Ez jó kemény cucc. Jó, értem, szóval akkor csatlakoztak is hozzájuk egy másik család, akiről nem lehetett nagyon megmondani, hogy akkor most kommandós vagy rendőr, vagy mi az Isten ő valójában. Éjfél van, úgyhogy eltesszük magunkat holnapra. Elolvastunk minden fontosat szerintem. Ebben a táborban, vagy milyen, nem tudom, milyen helyen fogunk itt aludni. Reggel felkelve pedig összeszedjük magunkat, mentünk, és megyünk át Death Strandingezni. Viszont engedjétek majd meg, hogy kiosszam itt a pontokat, és hogy tartsak egy pipa tömő szünetet, jó? Azt megpróbálom minél gyorsabban elintézni. Megvolt az alvás. Elég szarul állunk itt a dolgokkal, viszont itt tele van a tábor minden jósággal. Kajmán húst azt amúgy, hát még egy óráig jó. Vajon tudnék-e csinálni? Biztos, hogy tudnék. Persze, hogy tudok, nézd meg, itt vannak a botok. Csak fel kell venni. Meg tudom őket sütni. És ha megsütöm, akkor jó sokáig el tudok velük lenni. Hosszú botból begyűjtjük. Jól van, Csaba, hát megértem. Tiszta durva, hogy egyáltalán ilyen sokáig fenn voltál. Nagy kemény arc vagy. És nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél ma. Remélem, hogy azért holnap ki fogod tudni pihenni magad. Jó éjszakát neked, szia-szia! Na, azon nyomban szeretnék egy kis tüzet rakni ide, és legalább a három húsból kettőt megsütni. Most tudom, hogy ez hülyeség már így most megcsinálni, de... megláttam, hogy mennyi ideig jók a húsok, és azokra a húsokra rendkívül nagy szükségünk van, úgyhogy... ez most így meg is történik. Helyes. Milyen gyorsan bepakoltuk mi. Használjuk ezt a gyújtót a madárfészekkel. Azt hiszem, hogy kettő húst lehet mellé tenni. Köszönöm szépen, Csaba. Neked meg szép álmokat, szia. Na nézzük, hogy hogy lehet pakolni rá húst. Egy megy ide, egy megy ide. A tetejére nem rakhatnék. És hogyha ide rakom, akkor nem fog megsülni. Tehát érted, ami mellette van, az szétsül, ami meg fölötte van, hát az kevésbé. Na mindegy, akkor most mentsünk így rá, mert szerintem még sikerült éppen megmenteni azt a kettő húst, ami hát azért fontos lesz majd későbbre. És innen folytassuk holnap. Nézzük, milyen szépen állnak itt a húsok. Egyébként, hogyha ezek elég gyorsan megsülnének, akkor a fent itt még lehet, hogy rá lehetne tenni. De ezt majd legközelebb ki fogjuk deríteni. Elképzelhetőnek tartom, hogy a játék utolsó része következik majd. Meg kell néznünk, hogy... mi történik még innen, meg hogy merre megy tovább a sztori. Hogy nagyjából tudjunk kalkulálni történet hosszával. Én innen már nem számítok túl sok mindenre. Azon kívül, hogy nagyjából kiderül, hogy mi is van itt. Az látszik, hogy tök menőn elterjedt egy betegség, amit szerintem amúgy mi hoztunk ki.
Lehetséges amúgy, hogy Mia azért lett ilyen rákos beteg, mert visszajöttünk, meg, tehát értitek, hogy mire gondolok. Lehet, hogy Mia nem volt ilyen beteg, amikor idejöttünk és először kutattunk a törzssel kapcsolatban, meg az itteni élő világgal kapcsolatban, és aztán elkapott itt egy betegséget, aminek az lett az eredménye, hogy daganatos, meg mindenféle elrákosodás, meg ilyesmi történt szegény lányjal. Aztán ugye nem működött a könyv, megpróbáltunk megtenni mindent, de jöttek csak a számlák. Gondolom, hogy vissza kellett jönnünk a dzsungelbe. És ezzel párhuzamosan meg úgy tűnik, hogy egy másik csapat is jött, akik ismertek minket, egy kórház igazgató, hogyha jól láttam. Akik meg ugye a vírus elől menekültek és szerettek volna valamilyen gyógymódot találni ennek a betegségnek, fertőzésnek. Hát jó komoly, eddig egyébként egész jó a sztori, tehát sokkal jobb, mint amire számítottunk. Tomi a múltkor elkezdte elemezgetni Discordon, hogy mi zajlik a történetben. Hát most ezzel rendesen rácáfoltak azért a készítők szerintem. Rák tudtam, hogy nem fertőző. Hát az nem, de... Ki tudja még, tehát érted, ez most egy fantázia betegség. Már a... tehát... Volt ott egy csomó vizsgálat, egy csomóféle dolog, amivel próbálták volna Miát meggyógyítani, lehet, hogy nem csak rákja van. Ott írtak ilyen gerincelváltozásról, valami tüdőszarságról, nyelőcső bifurkációról, meg mit tudom én már, hogy miket írtak még szegény csajról, pajzsmiri túlműködésről, tehát érted, mint hogyha a teste teljesen szétment volna. És attól tartok amúgy, hogy ez a lány már nem él, csak ezt mi nem vagyunk hajlandók elolvasni, vagy mi ez elviselni, elfogadni, és ezért vannak annak a csajnak olyan hülye válaszai, meg furcsa válaszai. De erre az lehet, hogy csak rosszul megírt kommunikáció így a készítők részéről, ezt nem tudjuk. Na de, ne fejtegessük túl sokáig tovább, tartsunk egy 5 perc szünetet kb. Hamarosan visszajövök, addig összerakom a PS-t is. És folytatjuk a Death Stranding-el. Hát azért egy jó 2 órát bele kellene rakni abba a játékba. Én azt gondolom, hogy megérdemelné most a progresszt. Egy újabb terület felé fogunk benne elmenni, miután az atombombától megszabadultunk, és kiderült, hogy Fragile-nak mitől olyan öreg a teste. Drakiel, szép álmokat, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia-szia! Na, szünet, pipatömés, és aztán folytatjuk PS-sel. Adok közben pontokat nektek, jó?